Klassz FM-en. Képzeljétek el, voltam Szent János Bogár nézésem. Hogy parancsolsz? Jaj, azt hittem, hogy valami szemölcsöl. Hallod, voltam le szemölcsöl szedetése. Szent János Bogár, de jó. Szent János Bogár nézésem voltam. Csak akarok róla két mondatot beszélni. Több szempontból is tanulságos a dolog, de van megint egy emberi vonás, amiről már tegnap félig meddig beszéltünk, de én nem nagyon tudom megérteni, de majd is segítetek, hogy a Szent János Bogár arról néz ki, hogy elmehetsz az Alcsúti Arborétumba. Aha. Felcsút mellett. Igen. Alcsút. Megnézted a stadiont is. Integettem. Szép. Igen. Ott mész egyik. Felcsút, stadion, Alcsút. Alcsúti Arborétum. Nem Felcsút, Középcsút, Alcsút. Nem, majdnem Alcsút, Alcsút, nagyon Alcsút, legalja. És este 9 órára van meghirdetve a Szent János Bogár nézés az Arborétumon. Én azt hittem, hogy oda megyünk, van egy túravezetés, még 6 családdal ott tudod, elkolbászolunk az erdőbe. Mondjuk az este 7-nél kezdhetettek volna gyalogolni. Nem, este 9. Ott vannak a bogár. Este 9. De jó. Este 9. Nem túlzok, ott volt kb. 1000 ember. Olyan volt, mint egy Kiss Forever Band koncert, mondjuk 2000 ember. 1000, tök mindegy. Van egy túravezető, aki elkezd kiabálni, hogy fölveszi a sárga porot, kezdjék el követni, és megindul 1000 ember, gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, ki boros pohárral, ki kólával, ki 2 literes kannába hozza az üdítőitalt, hogy jól érezze magát, elindultok Szent János Bogarat nézni. Ez tök jó hangzik. Hát ez valami szenzációs program egyébként. Ugyanúgy kell elképzelni, mint az idegenvezetőt, a csoport elő. Ő megy elő. Vagy esernyőt így tart. Van. Így van. Ő megy elő, fölvesz egy pozíciót, hogy ne térj le az arborétumba sehol, mert eltévedsz, és nem találsz vissza, mert rohadt nagy az egész, de egyébként gyönyörű, és ha elkolbászolsz valamerre, ne csendet kérünk, senki ne beszéljen. Jó? Kit ott repül? Ha, ahogy... Ott az, az talán az... Ja, nem csak a stoplápa. Jó, mehetünk tovább. Ahogy mondta, hogy csendet kérünk, és akkor irányt követni, elindult a morajlás. Ki a sorba, ki a sor mellé, ki a sor elejére próbált beállni, hogy egyet vegyen magának. Minden, nem is ez a lényeg. Elmondták, hogy lehetőség szerint ne fényképezzünk, meg ne használjunk nagyon telefont, meg az elemlámpát se szeretik, most megbottunk valamibe, kapcsoljunk föl, de ne legyen, Józsi, hol van itt? És mit az erdő közepén világítasszert? Mert ugye elijeszti őket. Ja, azt hittem, hogy félértik a Szent János Bogarak, akik párzat szeretnének, és rászállnak, és azt hiszem, hogy igen, egy hatalmas potens. Ugye, maga a rajzás az zseniális. Tehát ez egy akkora élmény, hogy mész egy sötét erdőben este, mit tudom, másfél órás a túra. Az 1000 ember rajzása? Egyrészt az 1000 ember rajzása, és ugyanaz a csoportdinamika leképződik ilyenkor, mint az osztálykiránduláson. Előr mennek, az idegenvezetőt nagyon szorosan követő, kicsit az eltévedéstől félő szülők és gyerekek néma csöndben. Vagy az eminens van ott. Az eminensek, akik elkezd beszélni a csoportvezető, és elkezdenek, tudod, így csicsegni, hogy maradj csöndben. Ha magát nem érdekli, menjen hátra! Ugyan, annyit fizettem a jegyért, mint maga. Van ez a típus. Hátul pedig, hát mi is a hátsó csapatot. Leghátul pedig Selesiek, opcét répákkal múlhatják az időt. És tépkedték a leveleket a fákról. Hátul pedig Benny, Viki, Bali, és még néhány nagyon jó fej fiatal, akikkel ott összeakadtunk. Társaságok egyébként, 20-25 év, 30 éves srácok, barátok, barátnők mennek. Gyönyörű a dolog egyébként, egyszer csak beérsz egy sötét bokros részt, és elkezded nézni, hogy ezek repkednek. Nagyon-nagyon-nagyon szép, tehát ilyen nagyon misztikus, meg gyönyörű, pici, apró kis bogárkák, s számos rejtély van ebben a dologban, de maga az, hogy ott sétálsz a gyerekeddel az arborétumba este 10-kor, és ő fogdossa a Szent János Bogarakat, nyilván 30 ezer forint darabja, és egyet se lehetne. Ja, igen. Ott van egy. De mire odaértek a túra végére, már többeknek az üres boros üveg meg van töltve, mint a Pitch Black 22 éves Söktétség című Vin Diesel filmben, meg van töltve, világítok is Szent János Bogarakat, és rázzá. Figyelj, kiderült egyébként, hogy a hím az repül, és a nőstény ül a bokorban. Na most, amikor tudod, a Benét kitépi a kezedet a kezedből, vagy a kezét, és berohan, és fölvesz egyet, és hozza a kezébe, hát mondod neki, hogy Benny, tedd le, hozzanyúlt. Benny, nem szabad élni. Tudod, megbeszéltük. Ez nagyon gyors, tested, de gyorsan ne vegyük. Én sem láttam még olyat közelről, de ne hozd ide. Később ott hozd. Ügyes vagy.
kiértünk egy ilyen tisztásra, annyira cuki. De ilyenkor a gyermeki varázslat a legnagyobb, hogy miket tudnak nézni. Felnéz az égre benne, és azt mondja, nézd, apuci, mennyi van az égen. És a csillagokra rámondta a következő. Elindultunk, fél nagy társaság, mindenki nagyon nevet, Benny bemondja, persze, ezért szétpuszilgatjuk, nagyon cuki. Megyünk, elmentünk egy olyan részen, hogy jönnek az autók, ott is világítanak, de ezek a lámpák. Nézd, apuci, ott vannak a bokorok, ott a négy autó elmegy, de hát ezen besírsz, mert... Nézd, ott hogy bácsi, és világít a bácsi popsi. De fia, annyira cuki, nem mondom, Benny, mondtunk neki, Benny, nem, azok autók. Na mindegy. És hozott egy bogarat. Amire ki akarok lyukadni ebből az egész történetből, hogy milyen szép volt, de nem is az enyém, hozott egy Szent János bogarat a kezecskében, semmi baj nem lesz a bogának, tehát se nem hal bele, se... És amikor így csinálta, akkor se. Szép volt, Benny, tudod, meghalt négy bogán. Hozott egy bogarat, és én meg akartam nézni, hogy hogy néz ki egy Szent János bogár, én nem láttam még. Internet? Nem. Érde? Igen, de nem, ő fogta ugye, hogy van egy világ, tudod, egy gyereknek, egy 4 éves gyereknek, van egy világító kis bogaracská, és az ő kis barátja, és megbeszéltük, hogy majd a bejáratnál elengedi, mert ugye akkor vissza kell engedni az anyukájához nálunk, ez a duma. Aha. Engedd el, mert várja az anyukája. Ezt most még elhiszi és elengedi. Egy év múlva ezt már nem fogja. És fogtam az elemlámpámat, vagy illetve a telefonomat, és megfogtam, és fölkapcsoltam az elemlámpát egy pillanatra, és rávilágítottam a gyerek kezére, hogy mi van benne, tud, hogy néz ki egy Szent János bogár. Mögöttem önkéntes rendőrék. Abban a pillanatban, jobbról-balról egy természetvédelmi őr. Puskával. Jó napot kívánok. Mögöttem önkéntes rendőrék, család. Azonnalosd el az elemlámpádat. Mondom. Jó, mondom, nyugodtan menjetek tovább, mondom, nem kell szívinfarktust kapni, mondom, senki. Légy szíves, megkértelek, azonnal olsd el az elemlámpádat. Mondom, figyelj, de ne önkéntes rendőrködjél, mondom, nyugodtan menjél tovább, semmi baj nem lesz a bogárnak, a családod, senkinek, megnéztünk egy bogarat, hozott valamit, de légy szíves, nagyon szépen kérlek, engedd el, és olsd el a lámpádat, nagyon szépen kérlek. Hát figyelj. Hogy ez hogy? Mondtam neki, jó, mondom, nyugodjál meg, sétáljál szépen tovább, mondom, fogd a gyerek kezét. És a megoldás több szex. Menjél. Tovább mondom, most... Találjatok ismét egymásra, sokkal boldogabbak lesztek, és kiegyensúlyozottabbak. Ne most, így feszüljél. Most hagyd abba az önkéntes rendőrködést, ne járasd le magad a gyereked előtt, mondtam neki. Én nagyon intelligens, nagyon finom, neked se jó, hogy mondom, saját gyereked előtt járatod le magad, mondom, légy szíves, menjél tovább, senki nem fog belehalni, mondom, megvilágítottunk egy bogarat. Egy pillanatra. Az idegenvezető, megmondta, hogy nem lehet elemlámpát használni. Légy szíves, kapcsoljátok ki! Itt egy másik. El tudom képzelni, hogy pont ugyan ez mondta, a hang. És beesett egy vizes áron. A sötét. Itt bekapcsolódott Viki is a beszélgetésbe egy más mederbe terem. Na, itt fordultam volna a sarkon, és elkosszáltam volna arra a gyerekkel. Gyere, menjünk! Anyunak most dolga van. Hogy ez számomra teljesen felfoghatatlan, az ilyen típusú, teljesen céltalan. És itt nem arról van szó, hogy egy égő fejlámpával a homlokodon berohantál Szent János bogarat fogni, utánad a gyereked és a feleséged, és bokorba csörtetsz, mint egy vaddisznó, zúztál halára 1000 Szent János bogarat, hogy miért visz erre? Vagy milyen véna kell ehhez? Mögöttünk jött egy társaság, ők is nagyon röhögtek, meg utána mindenki, aki elemlámpát kapcsolt, legyen szíves lekapcsolni a lámpát, szóltunk oda, tudták, meg nem tudták, hogy ki az, és mindenki lekapcsolt. Tehát elindult egy után, mert ezért nagyon jól szorakoztunk, de ez a család, ez tiszta erőből a nő, a férfi, és egyébként egy 6 éves, nagyon helyes kis forma gyerek, népnevelő jelleggel, igazidűből, igazából felháborodva elkezdtek olyan durván önkéntes rendőrködni, hogy én ilyenkor mindig nagyon finoman teszem őket úgy helyre, hogy egyébként ne bántódjanak meg. De hogy milyen véna kell ehhez? Hát ez a... Elkezdenél valakit így nevelni, vagy felszólítani, és amikor azt mondod, hogy jó, le fogjuk kapcsolni, nem kell, semmivel nem lesz. Az idegenvezető megmondta, hogy nem lehet is, légy szíves, most azonnal, és hallod a pasin, hogy ő ezen düböl felhúzta magát, majd bekapcsolódik kicsi felesége, és két önkéntes rendőr esik neked egyébként, és nem azt nézik, hogy néz milyen szép, néz milyen jó, hanem megy egy ilyen... Mert nem tudják nézni a rohadék elemlámpától, tudod, de várj, az elemlámpa nem ez volt, hogy Benny! Hol vagy? És világítottam, a tenyerébe világítottam, egyébként többen megtették, valaki fotózott, hát ez semmi baj nem van. Van ilyen. Van ez a hogy típus. Ez az önkéntes rendőri véna, ezt nekem egyszer valaki megmagyarázza. De hogy ha te lettél volna Dezső, a biztonsági őr, akinek a füléből nő ki a csuklyás izma, akkor biztos nem mondta volna, hogy kapcsolja, kapcsolja!
Mit tetszik mondani? Lehet, szerintem akkor figyelj, de tudod mi van? Ilyenkor ott vannak a földön, nem akarsz rájuk lépni, levilágítasz egy pillanatra, megnézed, hogy hol van kikerülőd, nem ettől lesz bajuk, az idegenvezető csoportvezető. Hát, sőt, nem is látod, hogy hol kezdődik. Persze, igen, elmondta, hogy lehetőleg ne, ha valami a kezünkben, Szent Jánosbogár, világítsuk meg, Szarvasbogár, fogjuk meg, tegyük le, mentsük le az útról, mert ugye ott van egy csomó állat. És... tehát ilyen fokú megkeseredést, vagy ilyen fokú, én nem is tudom, hogy ennek mi a lélektana utána, még erről nagyon sokat beszéltünk, amellett, hogy nyilván hangosan nevettünk rajtuk szegényeken, utána ők azért lemaradtak, nem tudtuk megállni. Nem is értem, miért. Hogy ez mi? Megkeseredés? Ez nagyon, elkeseredés? Nagyon a saját fura. Életed egyfajta sikertelensége? Népnevelés? Önkéntes rendőrködés? Tanári véna? Vagy rendőri véna? Vagy ez mi? Van ilyen. Nem hagytam, hát, meg nem hagytuk, hogy elrontsa, nem. Tehát nagyon finoman bánták ők azt meg elég hamar, hogy elindították ezt a beszélgetést, de énkor tudom, minél nyugodtabb, vagyis minél intelligensebben csinálná őt, ez annál jobban bántja. De hogy ez milyen véna kell? Szólnátok valakinek, ráadásul így, ne haragudj, légy szíves, jövünk mögöttetek, abban semmi nincs, igen, de hogy mondom, ez egy másodperc volt. Ezzel sincs semmi baj, de amikor érzed, hogy ez nem az elemlámpáról szól, hanem van mögötte valami olyan frusztráltság, amivel ő meg akar téged nevelni, ami megmagyarázhatatlan. Csak a gyereket sajnálom, hogy úristen, szegény gyereken, ki még 20 évig ezbe a családba kell lenni, mondom, te jó még Isten. Még a télen voltunk egyszer egy templom látogatáson, és hát ugye köztudott, hogy nincsen túlságosan sok hajam, és a templomban nem volt fűtés egyébként, aha. És hozzáteszem, az idegen vezető, aki ott nőtt fel, ott minisztrált, ott bérmált, oda jár áldozni minden hétvég, tehát hogy gyakorlatilag egy helyre ugyanúgy sapkába volt, mint én. Oda jön hozzám egy néni, és azt mondja, hogy én se templomban leszokás venni a sapkát. Mondom, tetszik, az a baj, hogy agyhártya gyulladás fogok, de hogy egyébként tényleg, ha már leveszem, de tetszik tudni mit? Én leveszem, menjen már oda lenyesz, és mondja már meg az idegenvezető úrnak is, hogy vegye már le a sapkát, mert akkor az is tiszteletlenség részéről. Néni, oda ment, az idegenvezető azt mondta neki, hogy kezét csokolom, tetszik tudni, ebben a templomban nálam nagyobb hívő nincsen. Igen. Én itt kezdtem a pályafutat, ide járok minden. Hogyha én itt 30 év. De hogy egyébként köszönöm szépen a jó tanácsot, na. Egyébként meg nekem sincsen haja. és picit félek tőle, hogy annyi. És tudod, így, hogy minek? Igen, de a tegnapi témához rákapcsolva ez de a típus nevel meg téged az úton is egyébként. Közben, ő az, aki a Logannel meg a Suzukival egyébként megnevel. Nem kezdem el, de hidd el, hogy meg akartam nézni, hogy milyen autóval jöttek, mert ehhez az emberhez tartozik az a fajta kocsi, aki egyébként lehet. Bárkit elkezd nevelni az úton, mint önkéntes rendőr. Lehet. És láttam rajtuk, néztük őket egy hogy nem az bogarakat nézik, hanem a gyerekkel és két emberre azt nézik, hogy ki mit csinál. Elmész Szent János bogarat nézni alcsútra, és nem a bogarakat nézed, hanem nézed, hogy világít a lámpa, morgolódsz, ott is be van egy kapcsolva. Miért nem kapcsolja meg? Érted? Hogy milyen élete lehet ennek? Várja. És várja, és azt hiszi, hogy kinél van bekapcsolva a lámpa, és így mész mögötte, tudod, és úristen, miért nem a bogarat nézni? Hogy nem mindenki tesz helyre. Itt is például a turista csoportban volt egy úriember, aki állandóan elővette a videót, a kis készüléket és videókat készített a templomról, ki volt írva ekkora betűkkel. Mondta neki először az idegen vezető, hogy elnézést, uram, ki van egy tábla, nem lehet videót készíteni. Valaki kíváncsi a templom, eljön ide, megnézi, ez nekünk is érti, ugye? Jó, oké, elteszi. 2 perc múlva hátra nézem, már megjött a kezébe. Idegen vezető megint szól neki. Elnézést, ne haragudjon, ha esetleg eltenné, mert most már szóltam egyszer, de hát harmadszorra, megint természetesen elővette, megint eltette, elővette. És akkor mondta az idegenvezető, hogy én még ilyet nem láttam, hogy 20 éve vezetek ebben a templomban, hanem mind hetente, 6-szor, nem tudom mi, és hogy nem igaz, hogy szólok, és nem. Na, hozzá nem ment oda a néni. Pedig ismerős. Nem ment oda, de minket helyre tett. Lehet, hogy a néni csináltatta magának. Ja, igen, mert legyek rajta a lába, ne lopjon le, mint a de hogy milyen szörnyű az életed, hogy az, hogy te más nép nevelsz, ez egy dolog, de hogy önmagaddal kell együtt lenni a nap 24 órájában, és mindig azt hiszed, hogy hol ki tudsz, hogyan nép nevelni, önkéntes rendőrködni, beszólni, morogni. Most elkezdett, hogy, hogy milyen szörnyű életed. A végén már mentek ott előttünk, meg néztem még őket így idég, a végén majdnem odaszaladtam, és hátulról átöleltem őket. Tehát volt egy ilyen, hogy úristen, szegények, milyen szörnyű, adjátok a gyereket nekünk, majd mi fölneveljük, érted? Legalább a gyerek ne szívjon, érted? Milyen életek ezek, nem tudod, ilyen tipikus magyar, tudod? Nem, ilyen hülye magyar mentalitás.
Most egy kedves hallgató, hogy Jani egy férfire képületen belül le kell venni a sapkát, szóval tényleg egy gyökér voltál. Hát, na, Jani, szerintem az nem a hallgató, ez a néni. A néni, kezi csokolom, örülök, hogy újra találkozunk, ha így az éteren keresztül is. Miből gondolt, hogy egy hallgató? Persze, a néni írja, hogy egyébként egy gyökér vagy, és nekem is írják. Persze, hát azért, mert neked terepjárod van, nekik meg kis autójuk, akkor ugye? Már te világíthatsz nagyobb fényel, mint egy Szent János bogár, ugye? Ez biztos, hogy ő. Megismerem a szavajárását. Neked a néni írt. Azért is megyek egyébként ezekbe a templomba, hogy gyökérkedhesse. Aztán beszélek is róla adásban, hogy az összes többi gyökér is, aki kíváncsi ezekre a templomokra, elmenjen és megnéz. Alapjában konfliktuskerülő vagyok, de én nagyon szeretem az ilyen embereket, sőt, kicsit várom. Sőt, örülök. Egy ilyen Szent János bogárnyi fény gyullad bennem, amikor így elindul egy ilyen na, kis úgy harc. Úgy érzed, megmentetted az ő lelküket? Nem, olyan finom, nem, ilyenkor nem lelket mentek. Olyan finoman intézem ezt, és olyan elegánsan, hogy azt is megbánják szegények, hogy eljöttek az Alcsúti Arborétumba, és nem álltak meg felcsúton. Úgyhogy, na mindegy, jó, érdekes, csak ez kíváncsi voltam, hogy mit mondtok, de ez egy tipikus magyar ilyen fura mentalitás. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 pontosan 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az önkéntes rendőrködésről beszélgettünk. Írja nekünk egy hallgatónk, hogy ugyanezzel a frusztráltsággal találkoztam a Szabadság koncerten. Ott az 50 éves házaspár baja az volt, hogy egy másik emberrel beszélgettünk a Scorpionsról. Hát nem szép. Hát nem mondjuk szép egyébként azért. Tényleg nem. Igen. A nyomjelző rakétáról miért nem beszélsz, Balázs, amit fellőttél? Jó, hát jó, minden nem mondhatok el. A múltkor a Balcsin egy szabadstrandon taliztam önkirendőrrel. 2,5 éves lányom most tanulja a pelus nélküli életet. 10 méterre pisiltettem, de rám tudott szólni a paraszt, hogy a 6 éves fia is el tud menni a slózira, szánalmas. Ja. Írja egy hallgató. Ez állandó, nálunk is az volt. Ez szerintem minden gyerekes szülőnél van. Ugye el szoktuk ilyenkor mondani, hogy lehet kapni ilyen utibilit. Van olyan, hogy nincs nálad. Persze, és akkor mondjuk, hogy egy 2 éves a falán, gyerek. Hát most szerintem nagy is. Baj nem lesz, igen. Ez a manus szólt a bogaraknak is, de hiába, ettől volt frusztrál. Ez most olcsa lámpát. Béla, gyere már tovább. Azok bogarak. Hogy milyen okosak ezek a bogarak? Elképesztő. Figyelj csak, és ez úgy van, hogy ott az arborétumban tudnak valamit, hogy ezek úgy oda mennek? Hogy szeretnek ott nekik csendes, nyugodt, fénymentes környezet aha. Kell, persze. Ja, és akkor azért tehát ott rajzanak, igen. De ha ő állítólag le tudja kapcsolni a lámpát magában. Uh-huh. Tehát ha le tudja kapcsolni magát, a repülés közben meg tudja akadályozni, hogy fény legyen. Hát mert akkor könnyű elkapni biztos. Igen, ez egy kémiai reakció, amit ő tud irányítani. Akkor ő magában tudja, hogy ő tud világítani? Hogy már megint micsoda. Érted? Aha. Tehát ő tisztában van azzal akkor, hogy ő egy Szent János bogár és világít. Hogy érteném, én egy gyökér vagyok. Hogy, ha viszont tisztában van azzal, akkor azzal is tisztában van, hogy le tudja kapcsolni és föl tudja kapcsolni. Tehát repülés közben az, hogy most lekapcsolom? Most felkapcsolom? És tehát akkor... vannak ilyen folyamatok, amik lehetszenek, mert ha te oda nyúlsz, hogy elkapd, akkor ő eltűnik, lekapcsolja a kis lámpácskáját. Le tudja kapcsolni. Ugye arra van többek között a világítás, hogy oda vonzon több kis bogarat, mert ugye ezek ilyen kis ragadozók. De hogy akkor a Szent János bogár tisztában van azzal, hogy ő egy Szent János bogár? Tehát ő tudja, hogy én egy világító bogár vagyok, aki repülök, és letud... egy karibú. Érted? Lát egy másik bogarat, ami nem világít, és azt mondja, de béna, elrepülés és fölkapcsolja. Kezdő. Nézd a hülyét, ott mászik a földön, és még világítani se tud. Érted? Tehát, hogy ő tudja szabályozni a saját testének a világítását. Hát veszélyt érez, amikor te oda nyúlsz, és akkor azért kapcsolja ki, de ha ezt tudja, akkor tudja azt is, hogy ő Szent János bogár. De ez az, hogy tudnia kell. Amikor hazamentünk, hosszú ideig olvasgattam még a Szent János bogarakról. És nézted azt a kettőt, amit hazavittél. És néztem a zsákba, a szatyorba azt a 30-et, amit hazavittünk. Ha veszély van, egyes fajok tudnak villogni is. Néhány intelligens faj le tudja adni az SOS jelzést. Na, ne, ja, te durva. Tök komolyan mondom. Ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-ti-ti. Tehát gondold el, hogy tud villogni, de a villogás komoly, az SOS nyilván nem. És érted? A Szent János bogarak azok ismerik ezt a sztorit a Jordánról meg Jézusról? Minden tudnak. Minden? Nagyon okosak. Szóval, hogy mennyire intelligens. De akkor, ha ő le tudja magát kapcsolni, akkor tisztába kell azzal lennie, hogy én most világítok. Ha tudja, hogy én most világítok, akkor azt is tudja, hogy le tudom kapcsolni. Hogy akkor ez hogy van? De akkor miért nem ő szólt rád? Elnézést, uram. Ne haragudjam, hogy megfordultam a kis fejébe. Elnézést, ne haragudjam, már ne világítsa már az a rohadt nagy lámpával, mert kisül a szem. Mindjárt ide villogom a barátaimat. Igen, szétrobban a potrohom. Érted, milyen kis okos kis bogárkák ezek? Szóval akkor innentől kezdve viszont van agyuk. És
és mennyi. Tehát van öntudatuk. Van én tudatuk. Tudják, hogy repülök. Aha. És világítok. Most most lekapcsolom magam. Tök durva, hogy soha nem bontottál fel Schnitzerrel még egyetlen Szent János bogarat, és már tudod, hogy van agyú. Egyébként tényleg, aztán tényleg érdekes. Aztán honnan tudod, hogy nem bontott föl? Ha igen, erről nem esik. Igen. Basit, elmentél egy arborétumba, és végig egy másik családot figyeltél, és fikázol. Tipikus magyar. Mi? Igen, Üdforeszt. Igen, ez így indult, hogy már az elején kiszúrtam őket, és végig követtem őket, néztük őket. Igen, igen. Ez az egész történet 10 percig tartott, amíg figyeltük őket. Te akkor ezek szerint gyökérkezelésre jársz templomba, Jani? Persze. Igen, egy hallgató. Nem bánják egyébként ezek a templomok, hogyha sok ilyen gyökér mászkál hozzájuk, mint én, mert ez a sok gyökér aztán beszél 1 millió ember előtt arról a helyről, és akkor sok másik gyökér is elmegy és megnézi, és tisztelettel adózik ezeknek a helyeknek, de hát... De nem tisztelettel adózol, ez a baj. Tudom, viszont én olyan gyökér vagyok, aki másra nem nagyon szokta ezt mondani, főleg ismeretlenül, meg nem bunkózol le valakit, akit nem ismersz, és aláírod az SMS-t. De hát ismer, mert hall téged. Ja, tényleg. Ja, ez a Tamási Eszter effektus, ugye, a tévében. Így is van, és hagytad a sapkádat, és egyébként ő neki meg egy 8 órás ilyen hidegkamrás kezelést javasolnék, hogy ott vajon leveszi-e a sapkáját, tehát egy ilyen fagyasztókamrában, mert ott is ugye zárt helyen vagy. Le kéne venni. Igen. Na, te is múltkor, gyakér vagy. A múltkor mentem kocsival a felüljáron, és telefonáltam vezetés közben, mellettem lévő sávban 50-es Pali Suzuki-val rám dudált, és vadul mutogatott az ujjával a halántékára. Mondom neki, rendőr vagy? Ha nem, akkor hajts tovább a Tesco-ba. Teljesen ki volt, hogy telefonáltam. Átszólnátok valaha egy másik autóba, hogy tedd le a telefon? Az veszélyeztet engem, tudod? Tehát megy mellettem telefonát. Én már az Anettől ezt egyszer elviseltem egy éven keresztül, hogy ő az önkéntes rendőr, de ez is komolyan mondod, hogy átszólnál, akkor súlyos elbeszélgetéseket kell folytatni, míg leérünk Szegedre. Együtt megyünk. Nem, de átülök hozzád, hogy erről lebeszélek. Átkopogtatsz, mert veszélyeztet téged a melletted levő sávban. A büdös életben nem szólnék át. De a büdös életben nem tudnék átszólni. Hogy tesó! Tedd le a tele... Mi közöm van nekem hozzá, hogy hát ő telefonál? Hát azért tudnál átszólni, mert hogyha... Te is telefonálsz. Igen, ha neked ő balkész felől van, akkor valószínűleg gyorsabb nálad, és nem érdekel, hogy telefonál, és nem gondolok arra, hogy majd egy ilyen telefonáló fogja elütni a gyerekedet, és akkor megbánod, hogy nem szóltál át, mielőtt valaki már elkezdeni ezt bepötyögni. Nagyon ostoba mentalitás. Nem, hagyjál már ezek a demagóg hülye érvek, hogy ettől megőrülök. Mondok még egyet. Tök, hogy megint előjön a tegnap. Ő életét. Soha a büdös életben nem szólnék át. Nem érdekel, hogy kivel beszél, az ő dolga, ő fizeti be a büntetést. Nincs hozzá közöm, az ő privát szférája. Ha ő megbüntetteti magát, ám legyen. Telefonál és neked magyarázd. Nem érdekel. Te megmondod, hogy vége a sávodnak és falva. Puff, jó, érted? Hát igen, jön egy a szembes, látom, hogy a szembes sávon egy átszólok. De hogy előbb vágnám le a balkaromat, mint hogy én valaha valakinek átszóljak, hogy tedd le a telefon, te paraszt, és ne telefon. De nem így, nem parasztozni kell. De még úgy, hogy uram, legyen szíves, tegye le a telefon, nincs hozzá közöm. Szélsőségekben gondolkozol, megint nem parasztozni kell. Óvsz egy emberi életet. Sőt, nem egyet kell. Hát ez egy információt. Érted? De milyen, miért? Azt mondja, hogy nekem nem jut majd az eszembe ezentúl bárhol. Ha sapka lesz a fejemen, de nem lesz, mert már a küszöbön leveszem. Ha most ezt félig is komolyan, mondjátok, akkor hazamegyek. Tök komolyan mondjuk, nem félig. Most megint az lesz, hogy hazaüldöztök. Hazaüldöztök, nem várom meg a Gábort, nem lesz elmentésre vezet, vagy lesz, hazamegyek. Ha tényleg átszóltok, komolyan. Vagy csak felmerül bennetek, hogy átszóltok, hogy most hazamegyek. Nem akarok az életemből arra szállni 4 órát, hogy olyan emberre üljek itt, aki átszól egy másik kocsiba, hogy tedd le a telefont. Mi közöm van hozzá? Az a között hozzá, hogy megmented a saját és az ő életét, a tiédet, és az övét. Kettő. Ha ott ül a te családod, akkor az már 4. Nem akarok ha veletek is van közösen Szegedre menni. Érted? Nem akarok veletek soha semmit csinálni. Figyelj, de én... Mert te telefonálni akarsz az kell, autóban vezetésben. Én is vagy leveszem a sapkám, megérem, vagy pedig elkezdek hinni a kabalában, és akkor kipában járok mindenhova, mert az menekülési útvonal számomra. De egyébként, ha már ez a tegnapi téma előjött, akkor marha érdekes, hogy milyen kis fotót készítettem tegnap az Üllői úton. Ködlámpa. Elől hátul bekapcsolva, terepjáró. Tehetség. Na, ennyi. De miért nem egy Dacia Logan vesz? Tegnap befelé jövet, fotóztuk le. Üllői út, elől hátul bekapcsolva ködlámpa. Ködlámpával? Ez működik, Jani. Jani egyik spanyol, akit megkért, hogy megy már ott végig. Most rombolod, persze, felkapcsoltatod valami súvossal. Írországban kb. Na, jó van. Igen, ez az átszólás nem bocsátom meg nektek. Szólni kell. A biztonság az első, érted? Az emberi életek. Azt hittem, az Annett után már nem lesz több önkéntes rendőre. Úgy látom, egy áruló van köztünk.
ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Na, egy nagyon szomorú dolgot csinál ugye a Magyar Telekom, és nem is azon akarunk mi mosolyogni, aki elveszti az állását. Nyilván ez mindig egy szomorú dolog, és ha emberek kerülnek az utcára, akkor abszolút együttérzünk, és nem célunk ezen humorizálni. Viszont az önkéntes programról azért érdemes néhány dolgot megtudnunk, vagy beszélni róla. Ugye ezt a Telekom indította el, ez egy úgynevezett önkéntes program, ami ugye arról szól, hogy egyszeri többletjuttatásban részesíti azon munkavállalóit a Telekom, akik önként távoznak a cégtől, mert hogy ugye egyébként hát a munkaszerződésben is nyilván vannak, a munkaszerződés szerint is vannak járójárulékok, meg a kollektív szerződés szerint is van egy csomó minden, ami jár az embernek, de ezeken felül egyszeri többletjuttatás a munkavállalóknak, akik saját elhatározásukból távoznak a cégcsoporttól. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy téged megkérnek, hogy rúgást ki magad? Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy igen, nyilván egy nagyobb leépítés van, nekik kéne meghozni a döntést. Minden terület vezetője leül, megnézi a listát, és akkor azt mondja, hogy kell még 10 ilyen ember, akkor viszont 20-an vannak, kirúgják. De az miért jó, hogy te, én nem nagyon értem ezt. Érted, hogy nekem van mondjuk 10 munkásom, igen. Tök mindegy, mit csinálom, 10 emberem van, viszont csak 5-re van szükségem, akkor nem én akarom megmondani, nem. Ki az az 5, aki maradjon? Nem, mert ugye neked az van, hogy le kell építeni, mint 1700 embert. Hát, hogy 1700 embert építenek, az nagyon az sok. Kemény. Az nagyon sok. Ez a teljes leépítés. Fővárost érinti 18 megyét, tehát elég komoly és drámai számokról van szó. Gondolom, ami statisztikát javít, tehát más a statisztika, ha te küldöd el, aha. Meg javítja a statisztikát, ha ő mond föl neked. Nem, nem ez van a háttér? Ebben igazad van, de az ember állományomat, akivel én tovább fog dolgozni, ezt nem én határozom meg. Nekem na jó, de nyilván egy-két vezető beosztás az neked fontos, de hogy mondjuk az abból marad. Az 1700 emberből 1300 mondjuk áll egy szalag, mert csinál valamit, összeszeres, és ugyanazt a munkát végzi, és ugyanazt a munkát végzi, ott mindegy neked, mint munkáltató, hogy most kimarad. Aha. De hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen az Európai Bizottság előtt, vagy az Unióban egyfajta statisztikát javít? Vagy, tehát hogy azt mondom, én megkérlek téged, föl. Hogy mondjál föl, és akkor ezért kapsz egy egyszeri juttatást. De hogy van? Mi van, ha én fölmondok, és közben én egyébként maradhattam volna? Tehát én azt honnan tudom? Hát ez az. Azt mondom, hogy gyerekek, én hallottam, bemegyek, főnök, fölmondok. Aha. Fölmondasz? Kiderül, hogy két hónapon nem is, vagy megmondják, hogy melyik részlegről hát távolítanak neked el. Neked azt fogják mondani, hogy rád szükség hogy... van, ne mondj föl. Tehát, vagy hogy te esélyes vagy arra, hogy ezt maradsz. A részleget leépítjük, aha. Akkor viszont jobb, hogy fölmondasz. És ez mennyi pénz? Ebbe belegondoltatok? 1700 embernél? Tehát egyébként is ki kell fizetni valamiket, ami a szerződésben benne van, és most még azt mondják, hogy megkapod mondjuk 3 havi munkabéredet, vagy egyet. Azért az óriási. Azt írja, igen, hogy a program várhatóan csökkenteni fogja az elbocsátásban érintett létszámot. De hát azok, akik önként mondanak fel, ugyanúgy az utcára kerülnek. Tehát ugyanúgy nem lesz munkájuk. Nem? Tehát csökkenti az elbocsátott érintett létszámot. Hát azért, mert valaki önként bemegy, az ugyanúgy nyilván az utcára kerül, csak ő saját önként mondott föl. Melyiket választod, ha ott állsz ebben a helyzetben? Kirúgnak, megkapod mondjuk a szerződésben foglalt egy havi munkaszerződés, igen, így van. Egyszerű juttatások, többlet juttatások. Ha te fölmondasz most, akkor kapsz még egy havi munkabért. Hát nyilván hát, ez nem. Hát értelemszerűen. Hát ha tudom, hogy vége, akkor de igen. De tudod, hogy ki fognak rúgni? Igen, írj egy hallgat, hogy állami támogatást kaptak, ezért nem küldhetnek el ennyi embert egyébként. Azt tudod, hogy ki fognak elrúgni? Biztos, hogy megmondják. Aha. Igen. Hát megmondják talán azt, hogy milyen szempontok alapján építenek le. És akkor, ha ezek igazak rád, akkor úgy sejtheted, hogy te is beleesel, vagy nem esel. Tehát nyilván az ott eltöltött évek is számítanak, az életkorod is számít, aha. Hogy családos vagy, hogy az agglomerációban laksz-e, vagy pedig beutazol valahonnan messzebbről, tehát hogy sok ilyen szempont van. Ez szörnyű lehet egyébként. Engem még soha nem rúgtak ki. Ez előbb-utóbb nyilván megtörténik. Tehát ez kódolva van. Tehát az embernek egyszer azt mondják, hogy vége, nem? Mindenkinek jár egyszer. Ez legalább egyszer ezt át kell élni. Tehát olyan nincs, hogy te úgy ezt legyél, életet, dolgozol X munkahelyen, egyszer nem mondták azt, hogy köszönöm szépen ennyi. Mert nem tettünk még érte eleget. De majd. Jani, te jössz. Egy perc alatt meg tudnánk oldani egyébként. Tehát akarnánk már 8 órakor jönne a telefon, hogy álljunk föl, és lekapcsolták a mikrofonunkat. Tehát pikpak meg tudnánk ezt oldani. Én 5 percen belül el tudom intézni. Fogadunk? Szerintem te úgy el tudnád intézni, hogy most 7:30 van, és mire Ákos belevágna a 8 feles hírekbe, már nem mennem. Már hazafelé útközbenném meg a joghurtomat. Gyerekek, így bekapcsolt mikrofon élőadásban azért az életveszélyes tud lenni, úgyhogy tudnánk három olyan mondatot mondani, hogy azonnal végünk legyen. Rúgtak már ki benneteket? Nem. Téged se? Tehát ez mindig megúsztad? Az volt, hogy átmentem egy következő helyre. Mert érezted, hogy már éppen kirúgnál. Hát lehet, hogy az is benne volt, de mindig jókor váltottál. Gondolkozom, de nem volt soha olyan. Nem volt soha.
Jani, neked egyszerre van, hát igen, nekem erről már beszéltük elég sokszor, igen, volt egy ilyen periódus, ami aztán elég mélyre lökött, úgyhogy, de ott az tényleg csak az én hibámból volt, tehát, hogy ott senki más nem akart igazából kirúgni, sőt, még egy kicsit így segíteni is akartak, hogy maradjak, de én nem. Igen, ott valahogy én nem voltam a segítők ezeken. Dacos voltál, büszke, és igen, és nem engedtél, nem engedtél. Pedig én akkor is. Igen. Úgyhogy ott az a saját hülyeségem volt. Igen, ott azért mentél el, igen. De olyan egyébként a családban már természetesen volt, mint hogy nagyon sok magyar családban is, hogy például két intézményt összevontak, és akkor előbb vagy utóbb, hogy nem kiderült, hogy a két intézménynek az össze dolgozói létszám az már picit sok, annak az összevont intézmények, és akkor így szépen lassan így mindenkit így kiszórogattak. És akkor besettenek áldozatú családtagunk is. Úgyhogy... Ő is kapott pluszpént, gondolom, nem, ugye? Nem. Volt jellemző. Nem. Na, nézzük meg akkor, hogy hallgatóinknak mit kellene csinálni ahhoz, hogy 20 percen belül kirúgják őket? Nagyon jó. Írjanak pékek, cukrászok, fuvarozók, hogy mi az a pont a főnöknél, ahol tudod, hogy 20 percen belül utcára kerülnél? Főnök, most is a Morning Show-t hallgatom. Ha mondjuk Juventus hallgat, de ha a Juventus szereti a főnök. Mert miért utálna ennyire önmagát, nem? Hogy... Hát mert, hogy hívják? Hogy miért kínozná ennyire magát? Mert mindig dacosnak és keserűnek kell lennie. Igen. Szóval, hogy mit kell csinálni a hallgatóinak, hogy önként, nem is önként, igazából 20 percemből az utcán találják magukat. Tényleg, mindenféle körből írnak emberek, bármit csinál. Hol dolgozik, milyen pozícióban, ez nagyon fontos. Ha vezetőbeosztás, ha középvezető, ha metrót vezet nekünk, bármi jó igazából. Hol dolgozik, milyen pozícióban? És mi az a pont? Mit kellene csinálni, aha, ha mondjuk egy ilyen tudatos kirúgás lenne? Biztos, hogy mindenkinél megvan. Tudja, hogy mire érzékeny a főnök, nem? Vagy tudja, hogy mi az a pont, hogyha ezt megteszi, ezt bemondja, ezt összetöri, bármi, akkor ott egészen biztos, hogy 8 órakor már nincs állása. Nekünk is van ilyen, mindenkinek van ilyen, nem? Ja, bizony. Egy-két rossz mondat. Jó? Úgyhogy, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi az inger küszöb. Ha valakinek nincs főnöke, akkor mikor rúgnád ki önmagát? Mint már valaki kérdezi, hogy nincs főnöke. Hát, mikor rúgnád ki önmagad? Hát, mi az a pont, ahol már nem tudnál együtt eleged dolgozni? Eleged lenne magadból. Igen, együtt dolgozni saját magaddal. Jó, keressük meg ezt a pontot mindenkinél, aki jelen pillanatban dolgozik. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy ugye van ez a sajnálatos dolog, és nyilván nem is ezzel humorizálunk, hogy a Telekom önkéntes programot indított. Mi szerint többletjuttatásban részesíti azokat a munkavállalókat, akik önként ugye tulajdonképpen saját elhatározásukból távoznak a cégcsoporttól, és ezen program miatt várhatóan csökkenni fog az elbocsátáson érintett dolgozók létszáma. Arról beszélgettünk, hogy ez hogy van. De ez csak témaindító volt. Igazából nyilván az mindig szörnyű, emberek kerülnek az utcára, főleg ennyien. Viszont eljátszottuk a gondolattal, hogy mit kellene ahhoz csinálni valakinek, a hallgatóinak pontosabban, hogyha mondjuk 5 vagy 10 percen belül utcán szeretnék magukat találni. Mit kell ahhoz tenni? Bár ha középvezető, ha targonca vezető, ha metróvezető, ha cukrász, ha pék, teljesen mindegy, szoftverfejlesztő, bármi. A lényeg, hogy mi olyat tud tenni, amivel mondjuk 5 percen belül kirúgatja magát. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek, az anyagi kártól kezdve a beolvasáson keresztül a pofoszkodásig, ugye a legtriviálisabbak. Hát igen, hogyha mondjuk egy villás targoncás odállna a főnöknek a verdájához, szépen átdöfné rajta, tehát nem rendeltek egyszerűen használ azokat a villákat, hanem átdöfné rajta a villákat, és akkor megemelni, és aztán szépen kivinni az utcára, vagy nem tudom, rárakná esetleg a vezérigazgatónak az autójára, stb. Tehát, hogy nyilván. Megállítanák gyorsan. Jó, de ez nem szakmai. Bár igen, targonca hát, mondjuk kell hozzá. Ez igaz, hogy én itt hiába akarnám megcsinálni. Egy nagy multinál dolgozom viszonylag magas pozícióban. Szerintem egy 3 perces őszintességi rohamot nem tudnék végigcsinálni, úgyhogy másnap még legyen állásom. Ezt Gizmo küldte nekünk. Irodában dolgozom, jobbomon a főnök felesége, balomon a szeretője ül. Ja, csak egy szó, tudom és repülök. De legalább nagy végkielégítéssel. A mi Lacin küldte nekünk. Nekem egy perc alatt sikerülne, bár soha nem lennék rá képes. Óvónőként egy jól irányzott kis pofon, és már tuti a szabadság, írja Anikó. Egy laza gyerekverés, és azonnal kirúgod magad. Banki ügyintézés pénztár. Például, ha valaki felvesz pénzt, odaadom neki, mélyen a szemébe nézek, és azt mondom, legközelebb több odaadással szívi. Jó, de szép. Legközelebb több odaadással szív. Most még kifizetlek, de legközelebb. Azonnal vége, igen. Pénzszállító ugye elviszi egy táska pénzt, Csingisz küldte nekünk.
Telekomnál dolgozom, az M-Telekomnál. Ha elkezdeném az összes előfizetőnél a net plusz TV plusz telefon plusz mobilt is kikapcsolni, megszüntetni a szolgáltatást, biztos, hogy nem örülnének nekem. Írja egy hallgató. Valószínű, igen. Biztosító ügyfélszolgálat. Minden második ügyfélnél kell a fejemet fogva tovább mosolyognom és türelmesen magyaráznom, tűrnöm a hülyeséget vagy lenyelnem a bunkóságot. Ha csak egyszer is őszinte lennék, repülnék. Írja Mona. Ennyi embernek mennyi hülyeséget kell eltűrni, nem? Milyen kemény munkák ezek. Diszpécser vagyok. 24 órában riasztok. Riasztók jelzéseit figyelem 4 monitoron, amiből 2 kamerás. Csak fel kéne állnom a székből. Ezt übereljétek. Abban a pillanatban kirúgnak. Ott nem adod le, nem szólsz, hogy betörnek, vége van. Területi képviselőként SMS-t írnék a főnöknek. Főnök, leléptem a Balatonra, teletankoltam a céges autó céges kártyára, a céges bankkártyáról pár SMS-t még fog kapni. Ha elromlana az idő, azonnal jövök haza. Jó, zsivány a vége. Árti küldte nekünk. Igen. Jó, hát ezért mondjuk bárhol kirúgnak. Persze, de nem gondolná azt a főnök egy pár percig, hogy ez csak poén? Hát lehet, hogy gondolná. Amikor siófokról megjön az első pipit, ja, igen. A bankkártyáról. Egy siófoki. Egy biztosító ügyfélszolgálatán vagyok, bunkózás az ügyféllel, véletlenül saját számlámra utalnám a károkat, vagy ha fehér blúz helyett bármi másban fogadnám az ügyfelet, azonnal vége. Zsú, küldte ezt nekünk. Fehér blúz helyett? Fehér blúz helyett, azonnal így van. Tehát, hogyha nem, fehér blúz a munkaruha, azt kell hordani. Ha mondjuk medici labdának használnám a dinnyéket a bolt erőt, szerintem az senkinek nem tetszene, így egy hallgató. Mélyfúró technikus vagyok, engem azonnal kirúgnának, ha valamit szándékosan bedobnék a fúrójukba. Például a csavarkulcs. Hát igen, mondjuk, ezt megértem. Napocskás cégnél dolgozom. Ha minden nap összetörök egy kamiont, akkor se rúgnak ki. Na, azt talán szerintem... csak ha bemegyek a főnökhöz és beverek neki egyet. De szerintem ezt próbáld ki, jó? Tehát mától minden nap zúz meg egyet. Igen, tegyél a tetejére minden nap egy szerintem nyergest. A harmadiknál azért szólnának, hogy köszönjük szépen. A napocskásnál elég nagy a jó, de hagyd menjek ki, megnézem, nem lakok messze a telep helyetek. Igen. Ételfutár vagyok. Ha az ügyfél előtt megkóstolnám az ebédjét. Tuti 5 perc és repülnék. Az mondjuk nagyon igen. Jó. Hmm. Mit rendelt? Szilvás gombócot? Mutass, azt én is szeretem. Fahéjjal? Fahéjjal? Megint van benne a rohadt élet. Na, én ezért nem veszek magunktól semmit. Hányszor mondtam, hogy magozzák ki? Igen. Nekem elég lenne egy kacsintás. Üdv, egy nőgyógyász. De szép. Hello. Hello. Hát én már hallottam azért egy-két olyan nőgyógyászra, akit ennél többért se rúgtak ki. Igen. Rákszűrés? Feküdjön fel az asztal. Mindjárt jövök. Csak bemosaksz. Igen. Csak dugd meg a titkárnőjét. Én megtettem, délután már nem dolgoztam. Hát, rossz. Én ki akartam rugatni magam. Loptam úgy, hogy a kamera lássa, de így is 3 napig tartott. Nem akarták, hogy felmondjak. Szerintem, ha kimennék cigizni egy alapos ordibálás után mehetnék, pedig egy kocsmában dolgozom. Szerintem ez elég vicces, de egy kicsit nem normális a főnök, írja Timi. Naponta a párommal 330 embernek szállítunk kaját. Szerintetek? Hát ott is pillanatok alatt meg lenne, igen. Pszichológus vagyok egy állami cégnél. Ha a jelenlegi kormányt szidnám, vagy valami kamu indokot mondanék, azonnal kirúgna a főnököm. Ide egy hallgatónk, igen. Vannak durvább megoldások, rápukiznék a fejére, szerintem ez bárhol hatásos, írja nekünk Misi, igen. A köcsök szerint nem köszöntem neki. De jó, a megszólítás még igen, egyszer, hogy kezdődik. A köcsök szerint nem köszöntem neki, ezért elküldött. Igen. Ha névvel, adatokkal megírnám, mit is dolgozom, és hol, így a Boxi. Ja, akkor már is. Boxi, küld el nekünk, nem olvassuk be, csak kíváncsi vagyok. Nézem az SMS-edet, hogy tudom, mi a vége. Nem olvasom be, megígérem. Boxi, csak... tudod, milyen, ne küld el. Nem, nem, tényleg nem, csak kíváncsi vagyok. Névvel, adatokkal megírnám, mit és hol dolgozom. Aha. Hát páran, ha ilyet elküldenének, akkor igen. Tényleg nem olvasom be, ha akarod, írd meg. Balázs, azonnal gyere be az irodába, írja Titus. Menj be, de üres az iroda. Igen. Ott hallott, küldte az SMS. Igen. Ne, hallgató szórakozik. Feri, nálatok a kórhelyből hogy lehetne kirugatni magát mondjuk egy pincérnek? Hát a bunkó a vevőjével. Ez neked borravalom! Ez neked borravalom, köcsök! Hát miért? Szabad szemben nem is láthatod. Hogy egy ilyen napot csinálunk egyébként, amikor így bánsz az embereket, senki nem jönne vissza többet. Tehát, tuti, vagy te szeretnéd? Na mi van, mit ennél? Így kezdődne egy beszélgetés. Ne, szóval nem lehet megcsinálni, de ez, szerintem ez a... Mit tenni a mocskos vega? Nekünk csak húsos ételeik van, akarod, hogy írni a szállal a családodon együtt is.
Hát ez kirúgó ok, ez kirúgási indok. Feri azt írja, nem tudom, munkanélküli vagyok, szegény. Nehéz. Építőipari munkavédelmi koordinátor vagyok, Fürdőgatyában és csatogó strandpapucsban kimegyek az építkezésre. Abban a pillanatban vége is lenne ennek. Ezt Áki küldte nekünk. Azt mondja, hogy igen, a Dunafernél évek óta megy az önkéntes távozási program, igen. Világhírű porcelángyárban dolgozom. Szerintetek csak egy darabbal kéne kisétálni. Igen. Vagy direkt összetörni. Vagy más festeni rá. Az nagyon szép, igen, valamit fölraksz rá, igen. Szoftverfejlesztő vagyok, például ha egy éles szájtra kitennék valami nagyon durva képet, videót, akkor hamar csomagolhatnék. mmb.hu vagy nestle.com. Oda kitennék valamit. Hát lehet, hogy Nestle nem annyira örülne egyébként, igen, igen. Ugyanitt Óven bácsira jelentkeznék. Ez Gábor küldte nekünk. CNC üzemben dolgozom gépkezelőként. Ha most oda mennék két géphez, és gyors járatba ráküldeném a revolver fejét a fő orsóra, a főnökön betérdelne, én meg repülnék. Ezt NC Muki küldte nekünk. Hát ebből keveset értünk, de az anyagi kár jelentős lenne. Legalábbis erre gondolok. De egyébként tényleg, hogyha van mondjuk, ha például itt van a C-skóla, aminek nyilván van egy honlapja, a honlapnak pedig van egy webmester. Hogyha a webmester kirakna egy jó kis P-skólás hirdetést, azt gondolom, hogy elég... Óriási lenne. Hát, óriási lenne. Hatalmas Pepsi felirat. Igen. Igen. Mi itt a kokánál ezt isszuk. Csak ezt isszuk. És egy ember áll egy Pepsivel. Egy messzis reklámot, tudod. Az nagyon kemény. Azt nehéz lenne megmagyarázni. Összekevertem a kettőt. Takarodj! Elnézést, bocsánat, nem tudta. Hirtelen összezavarodtam. Nekem aztán tök mindegy. Hirtelen összezavarodtam, hogy hol dolgozom. Igen. Tévés kirúgás is volt. Pont tavaly volt, hogy hívják a... Szebeni vagy kirúgás? Akinek fönhagyták a mikrofont szegénynek. Uh-huh. Az nálunk is menő lenne, ha egyszer nem nyomnám ki. És vége a megszólalásnak. Ne fenyegetőzz rá. Az kemény. A szokásostól eltérően nem raknám meg reggel a főnök a szagyomat. Aha. Ez édes teher. Ez a kedvences. Misi, jöjjön az irodámba. Nem, ma nem. Akkor. Igen. Vagy jön, viszlát. Vagy ki van rúgva. Azért hétfőtől péntekig, az már nem édes teher. Az már nagyon kemény meló. Ott már, az már meló. Ha megverném az Omega egyik tagját, Taxis Marci küldte. Akkor még lehet, hogy koncertjét is kapnál. Egyébként igen. Most éppen hogy áll az Omega úgy tényleg? Pereskednek, bíróságra mennek, vagy közös koncertre mennek? Mi az van? Egy nagyon, most nem tudom, hogy fasírtban vannak-e, az egy ilyen se veled, se nélküled. Igen. Balázs, nem vicceltem. Azonnal gyere be, Titus. Ti hogy rúgnátok ki magatok, írja Zsolti? Hát gyerekek, hogy tudnám, most kicsit beszéljünk erre egy félig komolyan, hogy tudnánk nyilván kirúgatni magunkat? Ne? Hát, nyilván van pár téma, ugye, ahol... Nem a mi munka a körünkben, bárhol, ha elkezded ezen témákat feszegetni azonnal, mert hogy az egyszerűen nem fér bele semmilyen etikai kódexbe. Most ha valami olyan magánvéleményt fogalmaznánk meg, ami szintén azért sértene bizonyos... 8 év tartó időszak elég komoly trágássággal telne, szerintem azért is. Figyelj, az még érdekes, lehet, hogy megmagyarázható. Most mondok három ronda szót, azért nem rúgnak ki. Ha... Hármat, hanem 8-ig folyamatosan. Igen, ami hat, ömlik. Senki nem tud úgy káromkodni, hogy én. Te most elkezdenék masszívan káromkodni, és abban megemlíteni. Tehát azért úgy igen. Családtagokat, felmenők. Úgy például igen. Kinéznék az ablakon, és elmondanám a véleményemet, ami hirtelen egy eszembe jut a látvány. Szóval, hát vagy a bekapcsolt... Nagyon gyorsan. Vagy a bekapcsolt mikrofon, nyilván az is egy érdekes dolog, hogy az ember azért itt beszélget különböző dolgokról. Igen, nyilván, persze, és minket is elég hamar ki tudnának rúgni. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Szeretem, amikor ennyi helyről írnak. Cégvezetők, középvezetők, pszichológusok, nőgyógyászok, cukrászok. Tehát, hogy tényleg mindenkinek megvan az a pont, nem? Amikor így egy másodperc alatt leszámol az eddig életével, ki akarja rúgatni magát, megteszi, bemondja. És hogy közben azért hány ember álmodozik arról, és kell fel úgy, hogy de jó lenne ma ezt megcsinálni. Bemenni a főnökhöz, letolni a nadrágodat, fölkuporodni az asztalára. Ez kicsit több, mint amiről eddig beszélünk. Én szerintem a magyar lakosság nagy százaléka, aki alkalmazott, az naponta legalább egyszer eljátszik a gondolattal, hogy de jó lenne egyszer ilyen szabadon. Ha mondjuk megnyerném a lottőtőst, bemennék a főnökhöz, és mit mondanék? Nem? Mit csinálnék, mit mondanék, hogy vágnám tönkre a céges autót, hogy mennék be egy kamionnal vagy egy targoncával az irodájába. Tehát szerintem ez a hogyan ölném meg a főnököt, vagy hogyan rúgnám ki magam, ez a
meglepődnénk erről, hány ember fantáziálgat itt Magyarországon. És sose teszi meg? Hát nyilván nem, hát azért a legtöbb ember azért kiszolgáltatott, ugye? Te kirúgod. És kapsz mondjuk egy új lehetőséget, akkor se csinálod meg? Dehogy nem. De akkor se így csinálod. Ha van egy fix lehetőséged, ahova mondjuk átigazolsz? Igen, dolgozol valahol 5 éve, és nagyon tele van mindened, és minden nap erről álmodozol, hogy nadrág le, fölkuporod. Hmm. Talán egyszer ezt megcsináltuk már témának, ez a hogyan mondtál föl, amikor már tudtad, hogy minden mindegy, és jöttek jó SMS-ek, hogy bementem, beolvastam, ajándékot tettem az asztal alá, kis csomagot a kocsiába, tehát ilyen volt, ezt megcsináltuk. De ezt tényleg így nagy nyilvánosságot érdemes csinálni. Tehát úgy, hogy négy fal között, és csak a főnök letagadhatja később, hogy mi történt. Ezt lássa mindenki, amikor a főnök kicsit megszégyenül, nem? Gyors kötöző kézre, lábra kiúzni a placra, ott van 30 ember, te letolod a gatyád és lebrunyálod. Azt gondolom, abban van rakendról. Hányan álmodoznak erről? Ha Pakson lekapcsolnék 2-3 gombot és Szabira mennék. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Na, van egy hallgatónk, neki a szomszéd elég érdekes dolgokat gyűjt. Mona, hello, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello, de rosszul hallunk téged, Mona. Vezetsz? Igen. És kihangosítom vagyunk? Bluetooth-on, ugye, mivel vezetek, de megpróbálom akkor. Jó. Kézből is leállok, jó? Na, jó. Addig elkezdheted. Halló, így jobb? Sokkal jobb, igen. Na, mit gyűjt a szomszédod? Elég érdekes, de lótrágyát, mivel tart egy lovat, és hát ugye a lótrágya az csak gyűlik, de azt el kellene vitetni, de hát arra pénze nincsen, hogy ezt hivatalosan megoldja. Családi ház, vagy társaság? Családi házas övezet, igen, ez egy új építésű terület, Pest környékről beszélünk, nem egy rossz környék, és hát ugye a tavalyi év októberétől lehet háziállatként tartani ugye lovat is. Hát lovat tartottak már Havannán is, igen. Igen, a Havannán is, csak ott lelőtték, vagy leölték. Igen. Szóval ezzel nem is lenne probléma, hogy lovat tart, mert tartson, csak ugye a szabályokat kellene betartani, amit elvileg az önkormányzatnak kellene ugye foganatosítani, de hát ő 2 éve nem tett semmit. A lótrágya gyűlik, most aki így tudja, hogy egy ló mennyi lótrágyát termel, az tudja, hogy mondjuk 2 év alatt ez körülbelül milyen mennyiség. Ugye mellettünk lévő gyönyörű szép erdőbe, ami egy kiránduló övezet, oda rakja le az udvarán, ahol volt egy termi ló. És itt közvetlen szomszédok vagytok? Tehát ott laktok meg? Hát így ilyen, hát nem, kisebb telkek vannak, tehát ilyen 800 négyzetméteres telkek, és így mondjuk 2 szomszéddal arrébb, de vannak szomszédok. A szag nem ismeri a telekhatárokat. Meg a legyek, gondolom, igen, nem? A legyek az borzasztó, illetve hát ugye a rágcsálók is előbb-utóbb meg fognak jelenni, ami a lónak a szalmájába, ugye a eleségébe benne van. És beszéltetek vele? Vagy ilyenkor mit mond az ember, ha oda mentek szólni neki, hogy ezt ne? Hát próbáltuk először finoman jelezni, hogy valamit kellene csinálni, de igazándiból már nem tudunk tárgyalni, mert nagyon sok probléma volt már velük és ilyen kreált dolgokkal. Minket, illetve az összes többi 7-8 szomszédot jelentgettek fel már a rendőrségen, és igazándiból az az érdekes, hogy semmi nem történik. Tehát annak ellenére, hogy a rendőrség számára is kiderült, hogy úgymond nem mi vagyunk a hülyék, mert tényleg kreált dolgokkal vagyunk feljelentve. Nem tudnak mit csinálni. Nézd a jó oldalát, lesz szánkódom télire. Így van, vessétek be fűbe. Persze. Ja, persze, igen, és a gyerekeknek ez kimondottan szánkódom. Egy egészséges környezet, és akkor arról nem beszélek, hogy mondjuk a ló, amikor úgy gondolja, akkor kimegy az utcára, és ott egyedül ott szaladgál. Azt mondjuk már elég érdekel. Nézd, tegyetek rá nyergen, zablát a szájában. Haszoljon, ingyen lovaglás. Igen, és mondjuk, hogy nem tud felőztetni, mert tényleg olyan kapcsolatáson ebben a 35-40 fokban az jó. Tehát, és az a baj ezzel, hogy egyébként ezt lehetne kultúráltan is végezni nálunk. Kertvárosban Rákpározamos utcában 2 pónit tartanak, és gyönyörű szépen, sosemmelyikkel nincsen semmi gond. Mondjuk mókások, amikor kint legelik a füvet a fához kötve, de... A busz megállóba. Igen, a busz megállóba. Ezzel semmi gond nincsen, tehát nálunk is lovastáborba jár a gyerek. Tehát, így van. Persze, hát itt nem a ló utálatáról van szó, persze. Szeretjük az állatokat, itt csak az, hogy kultúráltan, tehát mondjuk egy ilyen környezetet szétrombolni, hogy tényleg az erdőbe a lehullott lomb közé, fölé a lótrágya van, az és már tényleg a kirándulókat zavarja. Az kemény. És az önkormányzatot már az ANTS is felszólította, mert nem az ANTS hatásköre, hogy ez ügyben intézkedjen, hanem ő az önkormányzatot
szólította föl, hogy tegyen ellene valamit, ugye az ártrágya tárolót építessen a tulajdonosa. Valószínűleg nem fogja, történik. Persze. Igen. Kettő, hát igen, mert azért ennek költsége van. Hát kitartás nektek. Köszönjük szépen. Igen, nem és tudom köszi, más mondani. Köszi, legalább kiadtad köszi. Magadból. Köszi, Mona. Igen, köszi. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Múltkor volt a naplóban egy szlovák nő, aki operát bömböltett hangszórón napi 8 órában 10 éve, nem átlépve a törvényesek határát, megkeserítve ezzel az ott élőket. Ezt ti láttátok? Igen, igen. Ez döböz, olyan hangos ház, vagy nem tudom, valami skizoid állat lakik ott. Reggel 7 órakor bekapcsolja, és full hangerővel este 8-ig, amíg ugye nem csendháborítás, valami ilyen oda fordítja a lemez lejátszót, vagy nem tudom, a hangszóróját, és a házon keresztül azt hallott, hogy üvölt valami, rettenetesen nyom ezt a opera, olyan, mint ha meghaltak volna a házban, kísértetek, bekapcsolnák a zenét, senki nem jelentkezik a csöngetéssel, senki nem tud mit csinálni, és a lakóknak a haja kihullik, és évek óta ezt hallgatják, és nem tudnak elköltözni, mert nem tudják eladni a lakást. És nem tudnak vele mit csinálni. Mert napközben se lépi át ugye, a hangértéket, este kikapcsolja, viszont de, reggel hétkor. Nem verte meg még valaki, és ezt nyomja, láttad? Az döbbenet volt. Igen. Szomszédnak van egy időérzéketlen kakasa, abszolút nem számít, hogy éppen hajnali 2 van, vagy reggel 8, kukorékor állandóan. Írja nekünk Gábor. Igen, meglát egy ködlámpát, és már elkezd. Hát igen. Körülbelül 300 papagáj pinty apámé, anyám ennél a számnál nem számolt tovább, reggeli ébredés biztosított a nap felkeltével, apám szabadságolta magát a csajával 5 hétre külföldre. Kell lennél több, kérdezi valaki. Szomszédunk haranglábat épített 15 méterrel az ablakunk alá. Nyáron nyitott ablak mellett szerintetek hogy szól? Majdnem kiugrom a pizsimből, írja Macika. Azért az is milyen azért szép. Az jó. És akkor délben bekapcsolódik a nagy össznépibe? Igen. És akkor igen, délben meg a nagy harangozás, mert Kossuth rádiók délkülön, ott is, minden, ahol harangot hall, arra ráharangozik. Csömör szomszéd gyűjt mindent, biciklije 100 felett van. És csak régi gyűjt. De az nem bánt téged. Lapjával lehet hozzá bemenni. Aha. Nem kell átmenni, mert a bringa az nem hangos önmagában. Most ott állnak a jó régi bringák. Igen. Ugyanakkor az... meg tényleg itt mondjuk a telekárakból kiindulva, vagy arra abból kiindulva, hogy valaki el akarja adni ugye az ingatlanját, el akarul csak rosszul néz költözni ki. A környékre, és akkor odajön egy vevő, és azt látja, hogy a szomszéd meg idézőjelben telehordta szeméttel. Nem tud eladni, vagy hát áron alul, igen. A szomszédban 14 husky szánhúzó kutya van. És azok, az a vonyítós, és azok vonyítanak, ugye? És állandóan ölik egymást. Igen. Az én szomszédom 200 disznót tart. Én örülnék, ha csak egy lova lenne. De szép! Mennyire minden relatív, nem? Hogy lehetne, hogy 200 disznó mellett lakó emberre szívesen elcserélni egy hónapra a lakását, olyan, aki egy ló mellett lakik, és akkor így megéreznéd, beköltöznél egy emberhez, aki 200 disznót tart, olyan örömmel mennél vissza az egy lova szomszédod mellé, nem? Feleslegesé vált hangos galambjaimat elcserélném egy hatalmas rakáslót rágyára. Igen. Kaposváron egy idős bácsi a vizeletét és a székletét gyűjtögette a lakásban. Körülbelül egy hónapja meghalt. A cuccot még mindig nem vitte el senki. Nyúl, igen, ez benne volt a híradalom, azt én láttam. Igen. Az én nagyapám egy 4 emeletes ház világosító udvarában tartott csirkéket. Nem értette, hogy miért nem köszön neki senki a lépcsőházban. Azt mondja, hogy volt még egy galambos SMS, azt keresem. Az én szomszédom kezdte 4 csirkével, már vagy 50 van, és hihetetlen jó, mert állandóan csirke szarszak van, írja nekünk egy hallgató. A paraszt szomszéd órákat gyűjt, kakukkos órákat, gondolhatjátok. Azért az is nagyon durva. Amikor az egyszerre. Azért az egyszerre megszólal. Igen. Az én szomszédom igazi zombi, csomó galambot tart, egész nap azt hallgatni, hogy tubi-tubi, gyere. Tubi-tubi. És amikor mondom neki, hogy összeszarnak mindent a galambok, erre csak azt mondja, a tehén szarik a galamb kakil. Aztán annyiban maradtak, és elköszöntek egymástól. De ez nem az az ember, akiről én beszéltem. Milyen szép megfogalmazás. Aha. A galamb kakil. Kakil. Aha. A lényege nem sokat változtat, de mennyivel kultúráltam. Az én szomszédom információt gyűjt. Higgyétek el, ennél nincs rosszabb. De ez legalább nem hangos. Igen. Nálunk a szomszéd öreglány macskákat gyűjt, óriási sikerrel. Próbáltam már azonosítani, hogy mennyinél tart. Őszintén szóval nem igen látom kétszer ugyanazt a macskát. Ezután is üdvözlői a kutyás szomszéd. Pécset egy mézgyártó ember őríti meg a lépcsőház lakóit. Méz? Mézgyártó ember. Ott méheket tart valószínű egyébként. Hát ha a lépcsőházban van, az kaptára, nem akkor egyszerű. Az... Igen, valaki írja egyébként, hogy a méhekben tart, nem lehet teregetni, és hogy mindenhol ott vannak. Mindenhol ott vannak. Ott kell megbolondulni. Azt mondja, hogy...
60, Grassalkovics út 11. Megízzek a szívet. Na és mi van ott? Halljuk. 9 darab macska, cicegés reggel este, virágtorlasz a folyosón, száraz kenyér és krumplipeher gyűjtés a pincében. Na, akkor minden megvan. Ez címmel együtt elküldtem. Csak a tisztállátás véget, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. Hú, gyerekek, én áldom a szomszédaimat, komolyan mondom. Tényleg. Egy se semmit? Kicsit nem. Sokat utaznak. Sokat utaznak. Tegnap előtt szerelte a riasztóját éjjel 1-től 3-ig, tegnap megbeszéltük ezt a kertben, de én ezt megbocsátom neki ezek után. Írt, hogy ugye te se aludtál, rohadék, mondom, nem, közt. Én is nagyon élveztem. De hogy ezek után szerelje csak a riasztóját, nem? Egy évben, ha egy ilyen van, semmi, belefér. Semmi baj nincs ezzel. Most egész héten szólt egyébként, valószínűleg elmentek abból a házból, amit megszólalt, nem tudjuk, hogy miért szólalt meg, nem akart senki betönni. Egyébként nekem fix a ideám, hogy senki nem megy ki, amikor megszólal a riasztó. Nem, hát nem megy ki, az arra kell, hogy a betörőket elriassza. Egy hétvégén keresztül szólt. Nagyon jó volt. Nagyon. De nem merül le? Hogy nem merül az le? Hát annak le kéne merülnie. Biztos volt egy póttáp. Póttáp van? A biztonság kedvéért. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hol a Júli? Akarok neki adni valamit. A felmondó levelét. Várjál, csak... Gyere, Júli! Megnézem napot. A hátam mögött, itt nincs. Asztal alatt nincs. Itt van. Mielőtt adnék neked valamit. El kell, hogy mondjam, amit a srácok még nem tudnak. Van egy információm róla. Csak hogy... Ne. Kivel ülünk mi itt? És szeretném veletek megosztani. Várjál, hadd gondol, hadd találkozz. Mit csinálta, Júli? Na ne. Mi lett belőle? Te a fiatal volt, meg kellett élnie. Mit vállalt el? Felkerült az internetre. Valami ízű műsorvezetés hát megint? Ó, nem, annál sokkal durvább. Tudjátok, mi lett ő itt mellettünk? Tudjátok, mit vállalt el? Tégla? SMK. Jézusom! SMK. Már az Annát éppen kineveltük. Már leneveltük. Jó, már megmondtuk, hogy... Honnan van az info? Ezt így csiripelték a madarak, hogy ez így elindult a folyoson. Hát hogy... nekem gyanús volt az Annával, ahogy sutyorogtatok, ahogy beszélgettetek. Egyébként csak mondom, hogy a régi SMK-s köpött. Hát persze. Tényleg? Tehát az, aki már ugye végre nem SMK-s, gyorsan beköpte, hogy ki az SMK-s. De mi reggel álltatok a kávégép mellett, az Anna oda, ez az áspiskígyó oda óvászkodott mellett, és azt mondta, hogy te hallottad? Az információ dealer Anna teli szájjal nevetve, torokból, hangosan hirdetve elmondta, hogy hallottuk-e, hogy Júli SMK-s lett, mondom, nem, de azért ez egy behívót megér. SMK-s lettél. Jó, te, aki... Bocsássam, egy kis helyreigazítás. Tehát én nem úgy lettem SMK-s, ahogy az Anna, hogy az első padban integettem, és azt mondtam, hogy én akarok lenni az SMK-s, hanem ott ültünk az első szülői értekezleten. Ne a hazzám, mert így volt. Ott voltunk az első szülői értekezleten, a tanítónéni azt mondta, hogy anyuka, apuka, valaki jelentkezzen, és senki nem jelentkezett. De vajon miért? De nem, de mindenki került a tekintetet, és a rohadt ciki volt. Én csak azért jelentkeztem. Tudod, mindenkit lebeszéltél róla előtte, ne jelentkezzetek. Hagy legyek én, hagy legyek én. Majd én intézem, hagy legyek. Nem, én azért jelentkeztem, mert senki nem jelentkezett. Az Anna azért jelentkezett, mert hiperaktív. Gyerekek, én tudom, én látom, hogy milyen az, amikor egy ember valóban belülről ezt akarja. Az Anna is tipikus SMK-s egyébként. Most azért nem vállalt el, mert szerintem már előtte gyorsan ketten elvállaltak, és látta, hogy ó, hát már elvállaltak, már nem tudok SMK-s lenni, és most magyarázza, hogy jó, biztos, nem is még akartam. Egy SMK-s több kell. Ponyicki, üljön le, legyen szíves, 6 évre előre be vagyunk. A másik osztály, üljön le, legyen, ott is megvan az SMK-s, nem tudta elvállalni. De te is belül, te is az SMK-s típus ez vagy. Most dolgozom, de be kell, én megyek vissza helyre. Tudom, vágod a best of-ot. De nem, de figyelj, én nem, nekem oda tették a torkomra a kést. Hogy van az, hogy az összes SMK-s kérdez, hogy én nem akarok lenni, de na jó, de azért elvállaltam. Nem igaz, nálunk most úgy volt, hogy föltette a két csaj a kezét, és örülnek, és csinálják, és minden. Én nem, nekem oda jött az óvon, és azt mondta, hogy ne haragudjon Anna, apuka elment egy másik csoportba, legyen kedves. És itt mondtam, hogy alá. Ne haragudjon, de én nem vagyok erre alkalmas. Dehogy nem. És olyan presszió volt rajtam, és ezt nem mosom le rólam. Hát komolyan mondom, Balázs. De azért vigyorogva hirdetted, hogy ki lett SMK-s? Ki lett SMK-s? Ugye? Na, tudjátok meg a Júli, de Júli lett SMK-s. De most piszkáljátok őt akkor egy kicsit. Hát most kicsit rászáll, kicsit rászállunk. A fenéket óvatosan fogok ezután veled beszélgetni bármiről. Kérem vissza az emlékeket. És tényleg bejelentkeztél? De nem akar, tehát nem is azért írtak ki a Facebook oldalára A0-ás betűkkel, hogy végre SMK-s lettem, végre sikerült, Istenem. Úristen, megválasztottak. Úristen, megválasztottak. Miért ciki? Nem, hogy is nem. Nem ciki. Vannak normális SMK-sok, de az SMK-sok nagy részének. Nem azok. Azért hangsúlyozom, hogy nagy részének van egyfajta nagyon fura megmagyarázhatatlan küldetéstudata, amit nem tudok megmagyarázni. De ez a képkeretre való gyűjtés, a túlvezérelt napi 6-szoros e-mail, a szülői közösség összekovácsolása, a rendetlen gyerekek feljelentése, a bemosszarolása, az intézkedés, jövésmenés, szervezkedés.
és gyűjtés, és van, aki azért ezt túlvezérelten csinálja, vannak normális eszemkások. Picit úgy élni meg, mint hogy ő lenne Angela Merkel. Majd figyeld magad, ahogy változol, tehát ahogy telnek a hetek, egyre erőszakosabb leszel a nem érkező e-mailekre, figyelj. A nem visszaérkező e-mailekre, amikor felszólalsz tök majd az iskolában, igen. Akkor az lesz, hogy egyre erősebben fogod verni a padot, hogy már pedig megmondtam, hogy be kell fizetni, igen. Az osztálypénzt. Nem egyszer láttam, nem a mi óvodánkban, de vannak barátaim szintén néhány helyen fura módon, még egy-egy anyuka is SMK-s, most nem tudom, hogy az, hogy nem, hogy elindul egy ilyen átzombisodás. Tehát fél évkor üveges tekintettel fogod gyűjteni majd az osztálypénzt, és leszúró e-maileket küldesz majd a szülőknek. Jussunk eszedbe, hogy valahogy ki átzombisodtak. Legyen kis zsebdiktátor lesz majd belőle, most még egy lazán azt mondja, intézet, persze nem leszel szigorú, januárra megmondom, hogy kör e-maileket fogsz küldeni, hogy küldjétek azt a nyomorúságos osztálypénzt. Igen. Tehát ez a pozíció, ezzel jár. Látod, már pozíciónak nevezi, tehát már értéke van. Azért, mert soha el nem tudnátok képzelni, hogy bármit csináljatok a gyereketekért, azon kívül. Csinálunk, hogy én a büdös életben nem leszek SMK-s, ez nem baj, csak... Figyeljetek ide, iszonyú kielemetlen volt, mert... Már jön át. Ez az, ott ültünk minnyájan, amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy ki az, aki vállalná, és mindenki nézte a plafon, meg a pad alá nézelődött, meg minden, és olyan ciki volt, mert azt éreztem, hogy ha most nem teszem fel a kezemet, akkor tulajdonképpen ezzel aláírom azt, hogy én tökre tojok arra, hogy a fiammal mi történik ebben az osztályban. És te, mint egy hordozó rakéta, így kilőttél a padból. Ne! De várj, a tojok a fiamra, és nem leszek SMK-s, azért e között van egy árnyalat. Mondom, hogy a tojunk, mi nem tojunk a gyerekeinkre, azért mert nem vagyunk SMK-sok, csak kellő távolságtartással kezeljük a képkeretre való gyűjtést. Most hallgassátok, figyeljetek. Nagyon szívesen befizetjük. Most hallgassátok meg Juli mentő mondatát, amit az előbb kezdett el mondani, hogyha én nem vállalom, akkor... Akkor nem vállalta volna senki. Jó, igen. Nem, nyilvánvaló színűleg elvállalta volna valaki. Fogadjunk, hogy úgy ültél a hátsó padba, hogy azt mondtad, ne tegye fel senki a kezét, ne tegye fel, akkor robbanok, már jöhetek, tedd fel a kezed, most! Igen. Valaki jött megbocsad, és nem kérdeztek még senki. Figyeljetek, én szerintem én a jó anyuka, fej SMK-s anyuka leszek. Tehát most én rögtön mondtam, hogy én wellness hétvégére gyűjtök meg egyebekre, és magadnak, majd viszel a szülőket is, vagy... Nem, az SMK-s osztálypénzből. Tehát, hogy így jókat fogunk derülgetni, meg röhögcsélni ezeken. És kedves anyukák! Apukák! Tanárénim! A himnusz meghallgatás után a következő napi rendi pontokat szeretném előterjeszteni. Anya, mit csinálsz? Ja, gyakorlok, semmi gond. SMK gyűlés lesz délután. Nem, bocsánat, de egyébként miért? Hogy firkapapírt viszek, akkor én már túlvezérelt anyuka vagyok? Firkapapírt. Folyamatosan. Tabletet fogsz vinni, meg ilyen lézeres, ilyen mutogató pálcát. És diagramok, meg grafikorok leszek felrajzolva a táblára. Igen, preziket fogsz ott tartani szépen, akkor mutatnám, milyen pontos kivetítőket. Valaki húzza be a sötétítőt? Elkezdeném a prezentációt. Nem, mi is viszünk papírt, meg amire szükség van, tehát ezeket az ember viszi, meg nincs ezzel baj. Hát... De miért baj az, hogyha egy szülő ezt önként vállalja? Én mondom, azért vállaltam, mert ciki volt, és azért tettem fel a kezem, mert senki nem jelentkezett. De miért van az egyébként, hogyha egy szülő ezt önként vállalja, akkor ez gáz, ez ciki. Hát be kell szedni azt az osztálypénzt, meg kell csinálni a Mikulás csomagot. Utána néztél már az interneten, van ilyen SMK-s ruhabolt, hogy egyenöltözéketek legyen majd, hogy elmenjetek. Kérdezz meg az Annát, hogy hol vette az SMK-s ruháit, hogy te is SMK-sként menjél be. Nem tudom, nyilván vannak, akik azért ezt normálisan intézik. Az elmúlt 10 évből bármilyen tapasztalatom volt SMK-sokkal, abban azokban a baráti körökben, ahol tudom, hogy a feleség SMK-s vagy volt, és elkezdtem vele beszélgetni arról, hogy mi néz, és egy perc után üveges tekintettel ordított velem, hogy képzelem, hogy én nem vagyok SMK-s. Egyébként meg ez egy vállalás, hogy valaki SMK-s, olyan küldetéstudattal, hogy konkrétan megijedt. És ő áldozat. És ő áldozat, valakinek el kell válni, és egyébként is én vagyok a hülye, hogy én nem vagyok SMK-s, próbált meg, mondom, nagyobb társaságokban az SMK-s női szülők meggyőzni erről, és én nem értettem, hogy lehet így átszellemülni. Engem egy kicsit az Anna árulása. Az hát jó, hát abból le kell vonni a megfelelőt. Nem, én hadd álljak most a Juli mellé, bár igen. Tényleg én árultam el, szeretnék mellé állni. Én egy évig voltam, aztán lemondtam, de igazából fél év... Lemondottak. Nem, én magam adtam be a lemondásomat ez a pozícióról, ahogy Juli mondta. Nem, én tudom most, mit érez a Juli, hogy itt ül. Ha valaki, én tudom, mit érzel. Hát te ültél itt, amikor kiderült, hogy SMK-s lettél. Igen. Sőt, múlt hét szerdán ültem itt, amikor beszámoltam az iskoláról. Én tudom, mi ez. Igen. Tudom. SMK-snak kiválja a zenét. Persze, igazán. Rögtön oda dobtad a Julit. Hát, összetartunk. Vannak férfi SMK-sok?
Volt egy apuka, aki önként vállalta, hogy összegyűjti az összes nevet. Nem, összegyűjti az összes nevet és telefonszámot, és beviszi gépbe. Tehát nálunk, nem, nálunk mindenki kiveszi a részt. Igen, de ő egy nem baj. Majd nézd meg például a levelezéseidnek a fejlődését. Kedves Kovács apuka, így lesz. Aztán csak Kovács apuka. Igen, aztán csak apuka. Aztán írjál vissza, van-e? Megvárom az iskola előtt. És azt mondom, hogy addig innen nem mész, amíg nem adod oda azt a nyavajás osztálypénzt. Figyelj, kell azért őket terelni. Nyilván ezzel egyetértek, de vannak szülők, akik nem visznek a gyümölcslapra gyümölcsöt. Nem visznek, elvárják az óvodán, hogy legyen papír, azért az be kell vinni, nem minden óvoda jól felszeretett. Nyilván ez kell. Ha nem teszel emellé, amit már látok a szemedben, hogy sajnos mellé tettél egy masszív küldetéstudatot, és nem érzed úgy, hogy ez tényleg hihetetlen felelősség, akkor ha lazán tolod. Ha átszellemülsz és bezombisodsz, akkor véged van. Nem, de akkor minden szülőnek vége van. Látszik, hogy semmi nem fog elkerülni a figyelmed. Kedves szülőtársak, anyukák, apukák! Ne felejtsük el, hogy nemzetünnepünk előtt, augusztus 20-a előtt, ott lesz 18-a. Jóka néni névnapja! Remélem, nem fog megfeledkezni senki arról, hogy ezt az 1000 forintot, amit közösen megbeszéltük a legutóbb, befizesse időben. Nem 19-én, maximum 18-án délután. Ott szeretem át az utolsó fillért is! A számlakon! És valaki visszaír erre, hogy de nyár van, Júli, adj békén, erre jön a válasz. Nyugodj meg, Júli, nyugodj meg nyáron. Úgy szeretett, tényleg ilyen leszek. Biztos. Figyelj, mondom, ez egyfajta küldetés. Miért beszélsz? Feltételes módban, és igen. Igen. Azért valaki, Júli, feszült, kínos, 10 percnek élte meg azt a fél másodperceket, amíg nem jelentkezett senki. Tényleg, mi van, nem jelentkezik senki, akkor sorsolnak? Igen. És akkor Júli kivitte volna azt a 20 cetlit, amin a neve van. Júli, kérem, gyűjtse össze akkor a cetliket. Keverem, kavarom. Jó, hogy lássatok, hogy pártatlan vagyok. Húzzon Ilonka néni! Igen. De kettőt kell húzni. Fura, hogy a másik cetlin is Júli van. Két Júli van az osztályban. Nem baj, ha elakadsz, mi segítünk. Tehát ha nem bírsz a szülőkkel, szóljál, beszállunk a levelezésbe. Melletted vagyunk, csak lazán intézd. Viszont hoztam neked valamit. Hogy lásd, hogy azért ott legbelül nagyon mélyen még marad bennem valami jó. Ó, mint Darth Vaderben. Ez egy olyan granulátum, ami eltünteti a kis hernyóidat. Most nyírják ki az egész buxust úgy, ahogy van. Nagyon jó. Nem baj. Írtja a bácsi. Az egész buxus. Meghalt. Buxus megöl. De miért? Hisztelem. Mert meg elpusztult. Te is fiam Brutus. Ez egy fajspecifikus rovalőrőszer. Fajspecifikus? Ezt, hogy arra csak arra az ezt így gyakran használjátok, értem. Lovalölőszer. Egy döbbenetes lovalölőszer. Istenem, ezt a megoldó emberet küldi? Ezt azért megoldó emberem küldi, és ellátott használati utasítással. Szedd ketté a granulátum mennyiségét. Felétedd meg. Fogj egy 500 eurós tekert össze. Nem. Önts bele 10 liter vízbe a felét, és permetezd le ott, ahol vannak. Csak esőben nem jó, mert 24-ig után a permetezett részt nem érheti víz. Aha. Tehát várd meg. Ha kinyírják a növényzetet, nem kellett volna megölni. Hát mondtam, de most hogy már nincsenek ott. Eltűntek. Ha már nincs mit enniük, megdöglött a növény. De szerintem készülnek valamire egyébként. De ez miféle primitív kertészi megoldás, hogy azért, mert hernyók vannak, a komplett növényzetet kiírtjuk. Hát ez egy szörnyű megoldás. A természet barbár elpusztítása. Hát finom szeme, meg kell ölni a hernyót, és utána szépen meg kell tápozni azt a babért, vagy nem tudom, amin van. Nem adtatok borravalót, nem akarnak többet jönni? Ha visszajönnek, elfelezett 10 liter, lepermetezed, vársz egy napot, és a másik felét beleöntöd, megint 10 liter, megint lepermetezed, kettő között 24 óra telik el, és 24 órában ne érje folyadék a növény, tehát száraz időben ajánlatos. Akkor az idei év ez abszolút alkalmatlan erre a permetezésre, mert hogy 24 óra nem telik el eső nélkül. Az most nem, igen, jó? Köszönöm. Balázs gazda, találcsa is. Jó, tessék. Gyerekek, a másik énem az, aki otthon kertészkedik. Az maga az ember. De tényleg, ha visszajönnek, csináld meg. Sajnálom, hogy kiirtottátok az egészet. Jó, csak jó helyen tárold, ne rakd be a gála puding porok mellé. nem lesz nagyon finom. Cserébe, hogy elvállaltad az SMK-t. Azt hittem, hogy meg tudlak szabadítani a hernyóktól, hogy én is tegyek egy kis jót, na? Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, ki fogom próbálni, és aztán majd beszámolok. Aztán nem küzdeni vele a konkurencia ellenben. Hát ez a rohadt Kriszta, az is be akar oda menni, meg az Ági. Nem fogtok az almának az egyik oldalát. Belemártom egy kis. Igen, használd, jó? Köszönöm. Egy-két SMS, én 24 évig voltam SMK-s. Ott nem volt okos a gyerek, ha addig járt iskolába, vagy hogy? Az hogy van? Elbalagott a gyerek, és te SMK-s maradtál? Hát vagy több gyerek volt. De 24 éven keresztül. Hát nagy családos. Igen. SMK-s vagyok, én voltam a hülye. SMK-s vagyok, én voltam a hülye, hogy elvállaltam, írja Kata.
Én is úgy lettem SMK-sa, hogy Juli, aztán a második fél évkor beolvastam a mindig elégedetlen és igazságtalan tanítónénnek, és lemondtam. Aztán átvittem a gyereket egy másik iskolába, azóta csak egy egyszerű anyuka vagyok, írja Veronika. Tegnap adtam ultimátumot az asszonynak, döntsön, SMK vagy én? Ott azért már nagy problémák vannak, nem? Asszonyka kicsit belelovalta magát, igen. Balázs, milyen vagy? Én is vállaltam, mert mindenki kúsba ült, Babilon. Na de akkor Babilon is igazolja, hogy ő is csak azért vállalta el, mert mindenki csöndben ült, nem? Tehát nem akart SMK-s tenni, senki nem akar SMK-s tenni. Imádom ezt a két csajt, ne hagyjátok magatokat, puszi Judy. De látjátok, hogy kicsit átszellemült? Valaki kiszúrt, hogy milyen jó vagyok felszólalásban. Egyébként igen, hogy ez neked marhára megy. Nem vagy te SMK-s véletlenül, Jani. A Klassz FM bemutatja Morning Show. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Magyarország leghallgatottabb műsora folytatódik. Ez itt a Morning Show. Gyerekek, képzeljétek el, egyszerűen hűlök rá, és meg akarom osztani veletek ezt a dolgot. Helyesírási elbizonytalanás. Elbizonytalanásodom van. Hogy de tényleg? De beszédben? Beszédben van helyesírási elbizonytalanodásom. Aha, igen. Egyszerűen van de az... De élőbeszédben vagy írás? Az élőbeszédben sokszor elbizonytalanodom, de helyesírásban egyre többször elbizonytalanodom, és nem tudom, mi a jó út. Nem tudom, mi a jó út. Letöltöttem magamnak egy programot. A program arról szól, hogy bármilyen magyar szót te be tudsz magadnak ütni, és azonnal megmondja, hogy kell helyesen írni. A program neve helyesírás. Ugye? Hát ez hú! A hátam feláll a szőr, ez annyira durva. Kicsit nekem újszerű, de... De nem rájöttem, hogy ezek az e-mail író segítő programok egyszerűen hülyévé teszik az embert. És most már ott tartok, hogy annyira elment az önbizalmam, hogy olyan szavakon gondolkozom, hogy hogy kell leírni, ami egy-két éve még semmiféle kihívás nem okozott, vagy semmiféle kihívásra nem adott okot. És most egyszerűen minél többet használom ezt a programot, annál jobban hűlök. És már úgy írok SMS-t, hogy mindig megnyitom a helyesírást, és mindig megnézem. Még megnyugszom, mert még egészen jó a találati arány. Hogy írod azt, hogy az? Pontos éve. Hát teljesen egy ilyen elipszilona. Az. Hogy írnám? De hogy... Ez egy ilyen időskori demencia lehet már. Nem, ez nem, sajnos. Vagy egyszerűen megírod, ahogy akarod, rányomsz a helyesírás ellenőrzésre, és úgy is tudod, hogy kijavítja. Nem így van? Így van, így működik. A mai fiatalokat mondják, hogy nem tudnak helyesen írni, mert ugye gépen dolgozol, bekapcsolod ezt a helyesírót, tök mindegy, úgy is megcsinálja. Tehát már oda se figyelsz, még az sincs, hogy na, ez kijavította, akkor jó, azt megjegyzem. Jó, mondjuk sokan még így sem. Tehát, hogy azért valljuk őszintén, például mit tudom, olvasgatod az interneten a kommenteket, ott azért meg lenne a lehetősége arra a minden egyes kommentelőnek, hogy helyesen írja le ezt a szöveget, mert hogy biztos, hogy van egy olyan applikáció a telefonján, vagy a számítógépén, vagy a laptopján, nem, aminek a segítségével. De ugye, hogy ettől kicsit így elbízod magad, és úgy valahogy úgy egyre jobban ezt veszed igénybe? Hát, de önmagában meg hát ezek tényleg erre lettek kitalálva, hogy ez most ne kelljen foglalkozni. Ugyanakkor persze, hát tök jó lenne, hogyha mindenki azért tudna helyesen írni. Nekem is már össze kéne kapnom magamat. Én mondjuk mindig rettenetesen rossz helyesíró voltam. Viszont te alapos vagy, tehát én láttalak téged egyszer megírni egy négy soros levelet. Nem égetem magam. Nettó 2 óra volt, mert megírta. Jó, utána elkezdte, kigyomlálta, átértelmezte. Az nem levél volt, ez egy haiku volt. Ja. Verset írtam egy japán barátomnak. Amitől megőrülök, ez az egybeírás, különírás. Hát ettől meg tudok bolondulni. Hogy mikor egybe, mikor külön. Nyilván ide is megvannak a megfelelő szabályok, amik erre vonatkoznak. A haja még nekem. És rájöttem egyébként a technikára, mindig beírom az e-mailbe, hogy bocsa, és sibelként autóban írtam. Valaki most erre visszaért egy héttel ezelőtt, ezt szerintem te orral nyomkodtad. nem autóban írtad, orral nyomkodtad, ez volt a válasz. Hanem a gyerekek vezetés közben leálltam, félreálltam, hát nem szabad ilyet csinálni. Figyelj, évagóta meg akartam tőled kérdezni, ki szoktál szállni ebből az autóból, mert körülbelül a 200. levél ez, amit tőled kapok, és oda van írva. Ebben éltek. De melyik mik szintetek? A mumusok? Az egybeírás, különírás, a vesző, szerintem az is. A vesző, az elipszilon pontos, az nem például. Aha. Egészen jól hozom. Azzal egyáltalán nem foglalkozom. Pontos, gólya pontos ilyen. Egyszer csak haragszom arra, aki kitalálta, hogy vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy nem, az jól megy. Aha. Az jól megy. Az egybeírás, különírás, azt nagyon nem érzem még mindig, hogy arra mi vonatkozik egészen. Még nem emlékszem, hogy milyen szabályok vonatkoznak. De mi a legnehezebb szerintetek? A tartsa tartja. Én mindig összezavarod.
De most már kikötöttél tartsán. Tessék, férfi vízilabda válogatott, hogy írod le? Hogy mondtad? Elkezded, é, férfi, válogatott két T, de az első T a kettő. Válogatott. Na? Tessék. Férfi vízilabda válogatott? Igen, férfi vízilabda válogatott. Férfi vízilabda válogatott. Férfi és a vízilabda az külön? Férfi? Hát nem. Persze, de nem vízi? Férfi vízila. Nem labda? Férfi vízila? Ja. Férfi vízila? Da válogatott? Aha, hát igen. Válogat? Válogat? Ott? Tott-ott meredek? Na? Hát jó, jogos. Kötőjel van benne. Férfi vízilabda egybe, férfi vízilabda egybe kötőjel válogatott? Na tessék, például, hogyha alapszínén vagyok, biztos, hogy van benne kötőjel. Na? A férfi vízilabdát azt nem írod egybe. Férfi. Férfi. Vízilabda válogatott. Igen. Mert hogy a... Vízilabda válogatott? Vízilabda. Vízi bicikli? Delfines csúszdás? Na, csúszdás csobbanás? Bizony. A delfines csúszdás az például kötőjeles? Vagy delfines vesző csúszdás. Vagy nincs közte semmi. Delfines csúszdás. Na? Megőrülök, gyerek. Vagy kötőjeles. Megérdekes. Ugye? Vagy van-e vesző? Delfines vesző csúszdás. Delfines vesző csúszdás. Szerintem igen. Nem, szerintem kötőjeles delfines csúszdás. Mert az jelzője most ebben az esetben a vízibiciklinek, hogy milyen. De hát te várjál, nem lehet, hogy a delfines csúszdás az a csúszdaparkot üzemeltetőnek az egyik tetkójára utal? Mert hogy van a Bélának, hanem a Robinak. Tehát csúszdás karján. Robi, igen. De van rajta egy rohadt nagy delfin tetoválás, és delfines csúszdás. Akkor a csúszdás az nagy betű, hiszen az család. Na tessék. Aha. Kérdezés hallgató, tessék, fiók. Fiók. Pontos, hogy elég szilonos. Ez megszólítás volt? Fiók. Azt fiók. Szeretném tőled kérdezni, na. Fiók. Hát nekem egyértelmű, pontos. Fiók. Na? Pontos, hogy elég abban van jé. Hogy ne lenne? Fiók. Mondom, hogy fiók. Aha. Hát na, ugye? Aki kitalált ezt a pontos ellipszilonos komolyan, ott ülök, és egyszerűen... És az, hogy madár fióka? Érted? A te fiókod. Aha. Hülyére keresem magam, hogy az most pontos, hogy ellipszilonos. Hát miféle világ ez? Nem éreztek magatokon ilyen típusú lustulást? Az ember régen igényes volt, és szerette volna ezt tudni. És most már ugye ott van helyesírás ellenőrzés. Helyesírás applikáció. De mindig megfogadom, hogy megjegyzem azt, amit megnézek, és megbolondulok tőle, hogy utána egy-három napra rá megint nem tudom, hogy normálisan leírni. Engem egyébként rohadtul zavar. Ezért van az, hogy mondjuk a gyakori kérdések.hu a kérdések 90%-át én teszem. De a helyesírási program például a vesző elhelyezésében nem segít. Nem, az csak egy program. Abba ugye nem. Tehát beírod, hogy fiók, és akkor kiírja neked, hogy milyen jével írod. Igen, igen, igen. Uh-huh. Viszont vannak olyan filmek, amik segítenek ebben. Hogy jó helyre helyezd a vesszőt, Feri. És akkor még van ez a... Ja, dehogy ennek. Van ez a harmadik számú, a 40-es éve. Tudod, na hát ezek, na hát itt aztán bemegyek a sűrűjébe. Ez már 8 után volt. Hogy van ez? Nem, mit tudom én, hogy írsz egy levelet, és azt mondod, hogy nem tudom, mit tudom én, a 40-es évek alatt a harmadik számú, a harmadik kerületben a pont, a dik, a kötője. Ja, hát, ja, aha. Hát és aztán ott ülök, és hogy az például nézek bambán, aztán becsukom a levelezést, és inkább felhívom az illetőt, és mondom, hogy a harmadik számú kötet. És na, ott aztán a teljes zavarodás. Tizedikkel rohadjatok a kőbányát. Te mutkod? Nagybetűvel vagy kisbetűvel írod a kőbányát? Nagybetűvel. Nagybetűvel írod a kőbányát? Hát már csak a nejem miatt is nagybetűs kőbány. Hát ott született, ott is nőtt fel. Mutkod, meg akartam írni egy e-mailt arról, hogy mikor megyünk szabadságra. Jul.31.ét. És nem boldogultál a többes számmal, és ezért azt írtad, hogy csak te mész. Nem. Nem. De a srácok maradnak. Ment egy e-mail, Laci, írd meg, léci. Július 20-tól köti, ha 26-én köte én ig. Na? Aha. És visszajött a titulszal egy levél, hogy Balázs az 3 év. Az azért rohadékság. Ha valamit még megbolodok, 26-án. Igen, ez azért rohadékság. Kötőjel ándik, nincs pont, mert ám van kötőjel, hol... Megőrülök. És egyre jobban ideges. Ez 10 évvel ezelőtt változott körülbelül, mert eddig úgy írtad, hogy leírtad számmal a 20-ast, pont, kötőjel, án. Na most az nincs. Most nincs pont. De miért az elmúlt 10 éve televíziós karriert csinált, nem tudott ezzel foglalkozni. Miért kell büntetni ezzel a magyar, de tényleg, hogy valaki azt mondja, nem tetszik ott az a pont. Vegyük ki. Legyen most 20-án, 20 kötőjel án, mert eddig ott volt a 20 pont. És akkor úgy a 20-án. Igen. Ne legyen. Aha.
Hát rohadjál meg legyen, ha én úgy tanultam, hát, igen. Nem? De szerintem egyébként ilyen levelezésben ez bocsánatos bűn. Addig ezzel nincsen semmi. De közben zavar, tudod? És nem faragsz műemlékekre emléktáblákat. Hát jó, azt nem én. Mert ott is azért előfordul. Azt nem én ütöttem be a Google Translate-be, az nem én voltam. Sokat fordítok én csak Google Translate-be, de ez nem én voltam. Igen. Egy sima mezei e-mailben, ami megy köztünk, ott még nem nagy baj. Van, ahol egy kicsit nagyobb baj. Igen. De hogy ezt így nincs valami ilyen köztes megállapodás? Ilyen általános szabály? És közben tényleg ott ülök, és mert elküldhetném úgy is, hogy nem érdekel, mert odaírom, hogy van hiba. Mindig odaírom, hogy szóri a hibákért, tudod, egy mencsvár, de közben azért egyre jobban zavar, hogy nem tudok normálisan írni. Ez a jó, hogy valakire rá tudod bízni. Tehát azt tudod mondani, hogy Laci, léci, írd meg. A nagy embereknél mindig ott van ez, hogy a lehetőség, hogy itt örömmel odaírja, és akkor beírja, hogy Margitka, F7! Három felkiáltó jellel. Érted, hogy ne úgy kerüljön ki, ahogy ki kell. Tehát tessék, 1983, december 20 és 31 között. Így van. Ez hogy írod le? Egy őkelmet lapozgattam. 1983. december 20. 1983. december 20 és 31 között. 1983. december 20-a és 31-e között. 1983. december 20 óta. Aha. Uh-huh. Vagy 1983. december 10.e óta. Uh-huh. Jó, most tett fel a kérdés. Mit szeretnél tudni? Írd le nekem ezt egészen pontosan. A sok felsorolt verzió közül. De mindet írja le, amit most hallott, vagy szerintem melyik a jó? Melyik a jó? Hogy melyiket hogy írnád? Például azt, hogy írod, hogy december 20 és 30 között. December 20 december és 30? December 20-a és 31 között. December 20 kötőjel 30 között. Most nem, hát nem vagyok benne biztos, hogy Ferinél most ez így leesett. De értem, december 20, de szép vagy. Kötőjel 30 között. Na, így. Igen. És a december és azt akarod közölni december 20-a és 31-e között. Jó, és mi van, hogyha ezt például egy SMS-ben szeretnéd elküldeni, hogy én szoktam, mert nem szeretném, ha kettő lenne, hisz az kétszer annyi pénz. Jó, de annyit is, hogy nem vagyok két ünnep között. Dec. 20 kötőjel 30, érted? Mert én például szoktam azt csinálni, hogyha december, de az már egy másik SMS-ben menne át, akkor lerövidítem decre. Dec. De jó. Nem akarok beégni, és ezért pontosan kell leírnom. Siófok, pontos év vagy ellipszín? Ellipszín, azt mindenki tudja. Ki meri le pontos évvel leírni, nem? Na tessék, december 20-a és 30... Neked is a kedvező gyümölcsleved a sió. December 20-a és 31-e között szabadságon vagyok. Tekintsünk el attól, hogy a szabadság az két cél, jó? Mert nyilván triviális, ugye? Ha, nem kell mondani. Alapvetések, most nem menjünk bele. Hogy nem egy cél, ugye? A dupla cél vagy. Na? Jó, írt közben nekünk egy magyar tanár, gyerekek. Igen? Igen. Uh-huh. Azt írja, hogy segíthetek rajtatok, ha gondoljátok. Magyar tanárnő vagyok. Uh-huh. Nagyon jó. Íris. Ú, de jó neve van. Íris a magyar tanárnő. És rövid íj vagy hosszú? Tessék? Úgy hangzik, rövid mint egy szemész lenne. Ugyanaz, mint a mindig. Mind a kettő hosszú. Mindig. Hát mindig mondom neked, hogy hosszú. Letesztelni a tudásunkat. Már miben? Ja, azt hittem, hogy abban segít, hogy megírja helyettünk a leveleket. Hát én örülnék neki. Ha a Szabis leveleket egyébként megírnám. Jó, elmondj, hívjuk föl. Hát kérdez hármat, amivel maximálisan végetjük magunkat. Ebbe biztos én vagyok. Vállalom, gyerekek, én ezt vállalom, nekem ez ennyi hiányosság belefér. Nincsen ezzel gond, meg úgyse tudnak leplezni. Az elmúlt 20 perc az egyértelműen kiderül. Úgy is beégünk. Mindig is utáltam ezt a helyesírást, tényleg. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. A helyesírásról beszélgettünk a hírek előtt, kinek mekkora szenvedés megírni egy e-mailt vagy egy SMS-t, ugye már vannak különböző programok, amik segítenek. De az ember, ahogy idősödik, rájön, hogy egyre jobban elbizonytalanodik. Uh-huh. És majd amikor a gyerekkel kell újra odaülni helyesírást tanulni, akkor fogsz rájönni egy csomó mindenre, amit már egyszer megtanultál. De hogy azóta az ember ezt elfelejti, és ellustul, mert hogy vannak ezek a kijavító programok. És közben az a tendencia, hogy egyre jobban nem tudunk leírni alapdolgokat, nem? Most nem akarok átlásni, rám legalábbis abszolút igaz, hogy hűlök helyesírásilag. Ha megyünk veled sajnos, az a baj, magaddal rántasz bennünket a helyesírás búcsarába. Hát igen, de ugyanakkor meg szerintem a jövő az pont az, hogy mit tudom én, hogy üzeneteket fogsz átküldözgetni. Vagy kép, vagy hang, vagy egy együtt a kettő. Tehát valahol ez lesz majd a jövőnk. Tehát, hogy az írásban már lassan nem fogsz küldeni semmit. Kapsz majd egy üzenetet a kis telódra, majd és megjelenik rajta, igen. És akkor hogy hívják? Hát vannak bizonyos iskolák, ahol ugye már a kézírást vagy nem oktatják, vagy gondolkoznak rajta, hogy kivezessék.
megnyomod a telefonod a gombot, igen, és akkor kijön egy kis alak, hát, és akkor azt mondja, hogy Kenobi tábornok, segíts. Ön az utolsó. Ön az utolsó reményünk, igen. Na, írt nekünk egy magyar tanár, Iris, aki, ahogy a hallgatók írták, igen, igen, nem csak olvasz, hanem Iris. Köszönjük, igen. Univerzális, nem csak olvasz, hanem Iris. Itt van Iris, hello, jó reggelt! Szia Balázs, jó reggelt, és öreglet neked Feri Jani. Hello, Iris, jó reggelt! Iris, te magyar tanár vagy tényleg? Így van, magyar nyelv és irodalom tanár vagyok egy szakközép szakiskolában. És hogy elkomorodtál? Nem komorodtam el, csak azon gondolkodtam, hogy hallgatlak benneteket reggelente, és hogy a nyári szünet kellős közepén ilyen témát vettek fel, és ez nagyon tetszik nekem valójában. Örülök, hogy nem az érettségi idején jött, hanem nyáron, lájtosan. Állandóan szenvedek különböző e-mailek megírásával. Tamás írja nekünk közben SMS-ben, mindig mondtam, hogy a helyesírás hülyeség. Helyesírás pontos, hülyeség pontos. Nagyon szép. Nagyon szép. Nagyon érdekeset tudok ezzel kapcsolatban mondani nektek, hogy mindaz, amit elmondhatok, hogy mi könnyíti meg, ez valóban így van, tehát letöltések, helyesírás jellemző, interneten szinte minden látható, csak hogy ez nem helyettesíti azt, hogy valóban le tudjál írni egy e-mailt úgy, hogy nem kell rinocéros bőrképednek lenni, hogyha visszaolvasod önmagadnak. És mondanám Janinak a segítséget, a Feri olyan szépen elmondta, hogy bizony nem egy egységi részidőben sikerült leírni egy adott szöveget, hogy a helyesírásunk, vannak érzékeink, és a helyesírás egy érzék. És akinek nincs, annak bizony szabályokat kell magolni, ugye a 299-ig, mert ennyi szabály van a helyesírási szabályzatban. Igen, ez az érzék, ez egyre jobban kihalni látszik belőle. Valamikor megvolt, de hogy ez így most így kezd elfogyóban lenni. 296-ig megvoltam. Egészen jó sokáig megvoltam, és most már olyan szavakon filózom, ami totálisan elbizonytalanít, és oda az önbizalmam. Tessék, férfi vízilabda válogatott. Hát ezt itt most négyen négyféleképpen mondtuk, hogy kell leírni. Ugye, hogy férfi egy kimarad vízilabda, kötőjel válogatott. Igen, kötőjel. Ugye szurkolunk a magyaroknak, mert hogy hál' Istennek megverték a horvátokat, és most benne vagyunk akkor ott a négybe, a legjobb négybe, és remélem, hogy az élén. Segítek, jó? Magyar testnevelés szakos vagy? Igen, ki vagy te? Mezei Dániel felesége? Ez az én nyarom. Igen. Igaz, hogy Argentinának szurkoltam, de ezt itt titokban mondtam el. Szóval férfi vízilabda válogatott, ahol a magyaroknak szurkolunk, a lányoknak is, meg a fiúknak is. És akkor képzeljétek el, hogy össze-vissza van leírva az újságokban, kisbetűvel írjuk. Igen, ez egy... Igen, ez egy alap dolog, mert van, aki nagyon jó a vízilabda válogatott, egyből nagybetűvel leírja, ugye? Tehát logikus ez egyébként, csak nem szabályos. És akkor a víz az egyetlen, ami hosszú i benne, tehát férfi vízilabda, ez egybe. Na ne! De komolyan. Egybe, hogy férfi vízilabda? Én általad nagyon utált hallottam a beszélgetés kötőjel. Hát megőrülök ezektől. És válogatott, és két tév van a végén. Az megvan. De miért van egybe írva, hogy férfi vízilabda? Férfi vízilabda, így van. De miért van egybe írva? Mert a víz az ilyen, tehát az víz bennünket. De az férfi víz. Nem, férfi víz. Vízilabda válogatott. Vízilabda válogatott. De miért írjuk egybe azt, hogy férfi vízilabda? Kötőjel vál. Képzeld el, mert ez egy több elemű szó, azaz egy összetett szó, és egybe kell, hogy írjuk, mert sehol nem jelöljük külön, hogy az ilyen, olyan, milyen. Dehogy nem, hát, férfi, meg van női víz. De nem azt mondod alap a szónak, ennek a férfi szónak nem az a tüve, hogy férfi. Férfi. Érted? Ez hogy jön most ide? Tehát nem férfias vízilabda válogatott, mert akkor külön írnál. Igen, hanem hogy férfi vízilabda. Hanem, hogy férfi vízilabda. Így van. Ilyen egyszerűen. Na. Ilyen bonyolultan, ilyen egyszerűen. Igen. Esélyünk nem lett volna akkor így írni. Tessék, mondjál három szót, Jani, fogj egy tollat. Feri, te is. Jó, akkor... Három szót. Mi lenne, hogyha három lenne, és mindenkinek így a személyiségéhez igazodnan? Lehet olyan? Így is éppen elég nagy bajban vagyunk. Ne akarj bennünket megszívatni. Lehet egy formát. Mindenki ugyanazt mindenki ugyanaz kapja, és kapunk három szót, tessék. Összetett szó, kötőjeles. Na, mondd az elsőt.
lesznek. Közőjeles legyen? Ne, ne, de hogy legyen, rád bízom, de valami egyszerű. Csak ilyen. Mondom, hogy a pontos jelipszínos, én nagyon jó vagyok benne. Nagyon jó. Nagyon jó vagy benne, akkor a nyerőre játszunk. Bajor sör. Na? Ez úgy aktuális nyáron, nem? Igen. És bajor sör. Igen. Aha. Igen. Uh-huh. Leírtuk. Leírtuk. Most, amit nagyon-nagyon nem szeretnétek, mert mindannyian külön személyiség vagytok, igen, nagyon sok mindennel foglalkoztok, nem akarlak itt dicséri benneteket szembe, de akkor írjátok le azt, hogy nem akarjátok magatokat beskatujáztatni, tehát skatuja. Aha. Atya Isten, miért lehet? Jó, hát ezt hagyjad már, hát ezt most csak tudod, mindenki tudja. Persze, simán, pontos. Jani tippeljen. Mire? Várj, leírjuk a hármat, és elmondod, hogy hogy kell, és mindenki megmutatja, hogy érte. Tippeljen, ezt írjuk le. Tippeljen. Jó, és akkor írjatok egy kötőjeleset, hogy Európa bajnokság, mert hát azért mégis ez zajlik. Mm-hmm. Jó, kész vagyok, ötös. Meg vagyok. Mi van? Hát leírtam. Hogy kiértékelted? Hát kiértékeltem is, ez gyerekek, hát ez csod nélkül. Küldem az e-mailt. Rányomtam a küldésgombra. Na! Na, nézzük tessék, a bajorsör. Na, bajorsör. Hát akkor hallgatnám a különböző variációkat. Tehát, hogy egybeírjuk, vagy nagy S-sel, vagy mire gondol? Mindent mondjatok, aha, ahogyan elkövettétek, tehát szerintem kezdjen Jani, ő a leggyengébb játszat. Hogy írtad, Jani? Bajorsör. Én vagyok a leggyengébb. Igen, jól mondod, ő a leggyengébb. Nem azért írtam órákig azt a rohadt négy sort, mert nem tudtam leírni, hanem mert nem akartam kirúgatni magam. Igazad, hogy kell ebben húznom trágár szavakat. Abszolút jól mondod, ő a leggyengébb. Oké, figyelj. Jó, te forral indulj. Azt mondja, hogy bajorsör. Kisbetűvel írtam azt, hogy bajor. Nincs benne kötőjel, a sör meg pontos ő. Pontos igen? Ő? És a jére vagyok kíváncsi. Hát ne viccelj már. Hát egyértem, hogy elipsz. Ha mindenki elipsz, hogy elérje. Duplával. Pontos, természetesen. Bajor sör, igen, külön, kis sör, kis B, pontos. Így van, és nem egybeírjuk. Jó, hát most lehetne darni a tapsot. Na jó, hát persze, egy megvan. Oké, megvan. Skatulja. Látod, mondtam, hogy nagyon jó lesz, tehát ne aggódj, mert nagyon jó lesz. Forral indultál, forral végeztél. Bizony, és amit te nem látsz, hogy az enyém olvasható. Egy pillanatra hadd térjek ki erre, egy kis grafológia és érdekesség. Nagyon fontos lenne nekem, hogy megmondd, hogy a jét, a pontos jét a bajorban alul, amikor alul megrajzoltad, pontosabban megírtad, akkor tágra hagytad, vagy pedig csak egy vonal? Nálam egy vonal. Nálam is szűk. Az mit jelent? Szűk nálad is, Feri. Igen. És milyen a jé, Feri? Feri úgy szereti. Így. Nem szeretjük valahogy járat. Ajaj, 18-as karikával megyünk, és Janinál? Nálam is. Egy vonal, mindenki. Egy vonal van. De most gyerekek, akkor más születen is baj van, nem csak a helyesírási érzékel, mert aki tágan írja, arról azt írja a grafológia, hogy gazdag, intenzív szexuális életet ír. Akkor cáfolnék. Rosszul állom. Ó, nem állunk túl jól, srácok. 3-ból 3 vékony. A vonalat húz lefelé, az vagy nagyon gyorsan írta, hogy teljesítsen, vagy pedig ezen a téren is van mit még behozni, vagy megújítani. Menjünk tovább. Na, skatulja volt a második. Skatulja, amit nem akartok, hogy beskatuljázzanak benneteket. Hát az simán. Menj, kicsit gyorsabban haladjunk. Bocsánat, csak Valász, hogy... te mondjad akkor. Nálam az elipszilon. Nagyon jó, tökéletes, hát persze. Átment az érettségén egyből. Tippeljen. Szuper, és akkor Ferinek maradt az Európa bajnokság. Hát ő Berencsén a bizetőben. Várj, tippeljen, átmentünk. Csak mondd egy két T, tehát két P, igen. És ő pontos J. Két T-vel írtad? Mivel? Két P-vel. De a panna betű, a panna két betű. Két P, tippeljen. Jaj, tippeljen. Feri, neked akkor gyorsan mondom, figyelj, sokszor mondod azt, hogy nagyon jó. Ezt mindig nagyon így mondja egyébként jó. Tényleg. Nagyon jó. Annyira jó, hogy megőrülsz. Ezt szoktad mondani. Megőrülsz. Na, én szoktam hallgatni, és emiatt ez egy csomóan leírják 3D-vel is, mert annyira jó. Aha. Holott az 1D. Aha, és a tippeljen? Ez a köznyelvi nyomatékosításunk, ami aha, halad a nyelvünk előre, és akkor kiírt lehet, hogy valamikor P-vel. Feri nyomán, hogy bekerül a helyesírási szabályozat. Iris, tehát a tippeljen szóban egy P van, egy panna?
nem, tippeljkét. Na, hát akkor jól jöttünk, ne lezess már félre bennünket, könyörgöm. Mi a, nem, Európa bagoly, mi volt? Mi az utolsó? Nem tudom, Európa bajnokság, annyira rondán írtam. Igen? Jó, ezt szerint kell mondani. Európa bajnokság, a bajnokság az pontos évvel írjuk, kötőjellel írtuk szerintem mindannyian az Európa bajnokságot, és nagy E-vel. Ennyi. Igen. Hát professzionális. Na jó, van, akkor nincs egy baj. Jó, van, nincs egy baj. Jó, most már akkor a helyesírás programot kikapcsolhatod, Balázs. Én nem írtam kötőjelet. Én nem írtam kötőjelet, én csak annyit írtam, hogy EB. És mindenki tudja, miről van szó. Jó, és akkor Iris, most te jössz, nagyon gyorsan betűz le azt a szót, hogy megszentségtelen, íthetetlen ségeskedéseit. Igen, ez egy hosszú dolog lenne. Ezzel elmegy a napom, és nekem sárga barackot kell eltennem, ne csinálják. Sárga barackot teszel el? Lekvár lesz, tényleg? Aha. De jó ez. Igen, igen. Iris, nagyon köszi, puszilunk, köszönjük. Mi is titeket, az egész család, meg hallgatunk benneteket, és kellemes nyarat. Köszi. Viszont. Ciao. Sziasztok. Szia. Pontos éve. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter Nagy Ágyú, Sedeskén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Van ez a kolumbiai elnök, aki egészen fura dolgokat produkál, és hát ha elnöknek akarnak választani, akkor ez mindenféleképpen szokatlan, nem? Amit csinált. Ugye ő az újraválasztásáért kampányolt, és nem tudjuk, hogy miért, de egy ismeretlen folt jelent meg az ő nadrágján. Beszéd közben, ami azért elég fura, egy újraválasztásra készülő elnök. Hát ihletett pillanatok voltak nyilván, és olyan elánnal, olyan szenvedéllyel adta el a dolgot, nem tudott mindenre koncentrálni. Nagyon szépen fogalmazta, egy ismeretlen folt jelent meg a nadrágját. Na, igen. Szóval a történet az, hogy döbbenet, amit látunk, egy jól öltözött kolumbiai elnök beszél egy nagy újságírói plénum előtt, egy valamilyen reklámfal előtt. Fehér nadrág van rajta. Tök jó. Tök jó. Fehér ring, barna öv, egészen egy ilyen krémszínű nadrág, jól van fölöltözve, mondhatni. Divatos, elegáns. Mögötte állnak szinte jól öltözött emberek. Az elnök elkezd beszélni. Nagyon klasszul beszél. Las hemos venido cumpliendo rigurosamente. Rigurosamente. Y vamos a seguir cumpliendo para consolidarse la costa caribe. Nagyon szépen átítottam, nem? Gondolod. Nagyon korrekt, amit van. La Republika! Nagyon korrekt, amit van. Ebben a pillanatban egy apró kicsi folt kezd megjelenni az ő nadrágján. Középen. Középen. Como una región productiva y exportadora. Para continuar reduciendo el desempleo, generando más trabajo. Ha megvan, azt mondta, hogy para continua. Ez a ez a folt, ez egyre nagyobbnak kezd látszani egy idő után, és tulajdonképpen az történik, hogy a Kolumbia elnökjelölt több ezer ember szeme látta előtt, hogy szeme láttára bepisil. Bepisil. Érted? Hát, igen. Hát én is jöttem lázó már saját magamtól egy-egy műsorban, amikor úgy éreztem, hogy na most ez jól megy. Micsoda szenvedély, hogy megyek, hogy hasítok? Te kettes bepisil? Vagy a négyes szép? Kettes vagy a négyes szép? Jaj, becsolva! És éreztem, és ott a pén! És éreztem, hogy ott a baj. Azért ez komoly, mert ha te tudod, hogy ilyen tüneted van, és nem tudod megfogni, arra fel lehet készülni. Vagy annyira lázba jössz, hogy bepisilsz. No podemos olvidar. Siempre tiene que estar uno agradecido. Akkora folt van a nadrágján, hogy én szégyellem magam, miközben nézed az. Tehát, hogy elképesztő, hogy hogy néz ki egyébként. És, no podemos olvidar este escenario, donde estamos ahora mismo. Észre se veszi, nem? És mondja, nem mond semmit. Hát igen. Most már nagyon tapsolják, most már veszélyesen nagy a folt. Tehát, aha, a közönséget nem mutatják az első sor. A közönséget nem, a háta mögött lévő emberek még nagyon tapsolnak, mert nem sejtik, hogy valami komoly baj történt az elnök jelöltre. Vagy éppen ellenkezőleg ők látják, hátul is a folt. Egyébként... Figyelj. Ami ez a folt, ez valószínűleg ez már hátra is átmen. Tehát ez átterjedt. Mennyi esélye van megnyerni így a választást? Ha ez volt a választási beszéd? Hát én visszatapsoltam volna. Tehát, hogy én a következésre is elmennék. Igen. Az első sorba. És azt látod az elején, hogy még nagyon lengetik ezeket a transzparenseket. És aztán egyre lassabban lengetik? Nem, aztán eltűnnek ezek a transzparensek. És szerintem mindenki szépen vagy hazamegy, vagy leengedi a transzparenset, hogy nem akarok egy ilyen emberre szavazni. Vagy nem tudom, mi történik, de ez nagyon fura. A Pali konkrétan bepisil. De ezt érted?
Már értem magát a, magát a folyamatot. Hát, várj, megnézem a beszéd végét, hogy van-e, hogy megy, már tapsolja. Lenéz egy kicsit magára. Vagy. Nagyon vicces, hogy egy politikus pali egy brutál foltalan a drágán, és nem néz le magára semmit. Csak mondja, hogy vamos. Így vamos, Rafa, vamos. Hogy ki kéne menni. Hogy már nagyon-nagyon ki kéne menni. Ki kéne menni, és hogy egyébként meg ezek a rohadt jobbosok nem engedtek ki még itt a budira se. Az egyik pali felé odafordult, aki azóta hülyén vakarózik, ott szerintem ő sejt valamit. Tehát ő így picit így lenézett, forgolódott, ő már érzi, hogy baj van, de az ő nadrágján nem jelent meg még semmi. Egyforma fehér nadrágban vannak a férfiak fönt a színpadon. Aha. Egyébként. Szóval azért az... Mondjuk, itthon hogy... egy ilyenből nem jössz ki. Hát szerintem ott se. Mondjuk így szerintem, hogy ha igazán egy csónakban neveznének, akkor a pártársai most a hátsó sorokban szintén eleresztettek volna valamit, csak azért, hogy lássák, hogy ez egy előre megbeszélt dolog volt. Hogy ez a program része. Ez egy kollektív, döntés, és mindenki három, kicsit bepisül. Egy is nőnek a foltok. Mi itt szavazunk. Figyelj, ha igazán jó pártkatona vagy, akkor ez a dolgod, ha a főnök bepisül. Nem? Hát... No, due, tres. Opszi! Úgy nem izzad az ember, ugye, hogy csak ott. Hát nem, meg ennyire érte. Tehát, csak hogy... próbálom kimenteni, hogy én mit mondanék a kampányfőnöke. Hol van ez, Kolumbia? Aha. Kolumbia, tudod, nagyon nedves az időjárás, nagyon nagy a páratartalom, meleg van. Van a kokainfogyasztásnak egy ilyen melléktermék, hogy inkontinens leszel? Na, tehát, hát, hogy van egy ilyen, amikor már nem tudsz uralkodni a testnedveidem? Amikor annyi kokain szívtál, hogy már hát, nem... Vagy lehet, hogy tényleg ott az ünneplőtől meg a második, harmadik sorban meglátod valakit. Valamelyik kártelből, ahogy integetnek neki. Fölmutatok, hogy elvágjuk a nyakkendő. Hogy fültől fülik. Igen, beszélj csak, úgyis elvágjuk a torkodat. És elkezdett beszélni, és egész egyszerűen összepisülte magát. Szóval ez a szituamből nem jössz ki. Nem? Nem. Hát ebből nem. De csak mind gondolkozhatsz ilyenkor? Tudod, és tovább folytatod, vagy nem tudod? Szent meggyőződésem egyébként, hogy egy adott pillanatban erre te rájössz. Aha. És akkor mi van? Hát ott már nincsen semmi. Reménykedsz, hogy nem ázott át. Előtt mint hogy átütsön. Igen. Tehát nem hagyod abba a beszédet. Aha. Vagy csinálsz egy pillanatnyi elfordulást, lenézel. Túl messze vannak, nem látják. Túl messze vannak, nem látják. De már látják. De már látják. Igen, amikor megállnak a kamera, akkor mindegy. Igen, hát ez táptalaj az ellenzéknek. Igen. Egy elnök. Aki bepisil. Hát milyen elnök? Ő újra választott? Vagy ő... Nem tudom, hogy ő a régi elnök. Nem, újra választatni akarta magát a kolumbiai elnök. Aha. Újra választ, igen. Hát nem sikerül ez után. Juan Manuel Santos. Manuel már nem a régi. Manuel sem a régi. Föltesszük a linket a Facebookra, nézzétek meg. Döbbenetes egyébként. Mi is terjesszük, tessék. Szegény. Most meg kéne venni a jogokat. Hát ugye tudjuk már. Ja, hogy lehet leszedni így van, a netről. Így lehet leszedni a netről. Ő hogy fog vajon elhíresülni? Ő biztos így. Lesz valami beceneve. A pisis. A úgyos Manuel. A pisis. A pisis Manuel. A úgyos Manuel. A pisis Manuel, szegény. Szegény. Ezért ez kemény. Ennyi ember előtt a színpadon, ez kemény. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Mi van a Julinak ezzel a pornó szágájával? Megoldódott ez a dolog? Vagy most hogy zaklatottan látom, hogy telefonál meg a gyerekcsatorna kontra pornó, hogy próbál-e küldeni, vagy harcolni a szolgáltatóval, de egyelőre úgy látom vesztésre áll, úgyhogy a gyerekek most is otthon ülnek, és kikerekedett szemmel nézik. Hogy... Figyelj, a Juli egyre kócosabb, egyre mosolyogosabb, egyre zilláltabb a ruházat, én azt gondolom, hogy nem oldódott meg, hál' Istennek. Srácok, háborognék. Háborognál? Anna kezdesz lenni? Lekapcsolták? Engem üld az a pornó. Nem hagynak nyugodni. Mondjuk nem futsz nagyon előle. Ezek, igen. Ez a Jani minden nap hagyja magát elejteni. Így van. Többször megbotlok, cipőfűzőt kötök, stb. Istenem, megint utalért. Igen. De mi történik most? Úgy is látjuk, hogy letiltottuk. Úgy is látjátok, hogy letiltottatok. Ugye csak az előzményét mondjuk el két mondatban, hát ha valakinek nem volt meg az első rész, Juli versus pornó első rész, abszolút blockbuster volt, kassza robbanás. Ugye úgy vetted észre, hogy otthon felnőtt tartalom van a csatornádon, hogy... Hogy most már 24 órását tették a szolgáltatást, hogy hazamentem, a gyerek kiment valami édességért a konyhába, és míg én kapcsolgattam és kerestem a spongyabobot, a közben egyszer csak spongyabob, igen, mit hívod? Nem emlékeztél, ami akkor ment éppen a tévében. És hát azt láttad, hogy egy nagyon csúnya bácsi, egy nagyon csúnya nénivel, nagyon egymásra talán. Két nagyon csúnya bácsi. Ráadásul így volt, ugye a két bácsi szeretett egy nénit. Igen, akkor egymásra néztünk a férjünkkel, levegőbe csaptunk,
de elkapcsoltunk. Volt tolatás, de ez nem rák uram volt. Igen. Megkérdezed a fiát, te még erre emlékszel, nem? Akkor kapcsolja, mindegy. És azóta mi, írtál a szolgáltatónak? Nem, akkor felhívtam a szolgáltatót, egy nagyon pirulós hölgyel találkoztam a vonal végén, aki mondta, hogy igen, 24 órás lett a szolgáltatás, ezt ők a hírlevében állítólag jelezték is, én azóta sem találom, mindegy, lekódoltuk. Múltkor este 7-kor, képzeljétek el, elküldtem a srácokat fürdeni, megint csak kapcsolgatom. De azért csak kerested, aranyos. De nem, hát csak nézelődtem, kapcsolgatom. Csekkoltad. Amíg a gyerek fürdik, én is csak mesecsatornát nézek. Feri, ha azt akarták volna, akkor a férjét küldje el fürdeni. És lényeg az, hogy a mesecsatornák fölött hárommal vagy négyel van ez a két csatorna, ami egymás után jön, és az egyik nagy feketesség volt, mert hogy le volt gyerekzárva, a másikon viszont jött a tartalom. És nagyon jó. Legnemesebb értelmében. Hány néni volt hány bácsival? Nem, két néni volt. Na, igen. Hát ez... Sehol egy bácsi? Nem, akkor egy hát a néni. Komolyan nem mondom, semmiféle rombottságot ebben a egymás. Lényeg az, hogy hát nagyon kiakadtam, mert hogy mi ezt lekódoltuk, ezt a két csatornát, és innentől kezdve mi egyébként hátradöltünk, hogy a két gyerek biztonságban van, bármikor kapcsolgathatják a tévét, úgyhogy némi indulattal fogtam a telefont, és felhívtam a szolgáltatót. Újra. Ilyenkor jelzett, hogy te már az voltál, és szeretnél megint, tehát hogy finoman érezteted, hogy újra vagy? Mondtam, hogy múltkor már szóvá tettem, hogy ez tök jó, csak szólhattak volna, mondta az úr, hogy igen, ők szóltak, mondtam, hogy oké, de hát itt jön a tartalom a képembe, és ő mondta, hogy hát... Mondja el, mit lát. Igen, mi a hiba? Részletesebben. Igen, mi a hiba? Azt mondta, hogy az a gond, hogy ha a csatorna nem küldi rá a 18-as jelet, akkor én hiába tettem rá gyerekzárat, azt nem fogja felismerni a készülék, úgyhogy így is látom. Aha, tehát a készülék úgy ismeri föl, hogy megkapja a digitális jelet 18 pluszban, igen. És akkor ő automatikusan rá tudja tenni. Aha. De ha a csatorna nem küldi rá ezt a jelet, akkor te látod a filmet. Ez milyen hülyeség, hogy ezt a tévét felülbírálhat téged? Hát én egy 12 éveseknek való műsor, és rátehetem egyébként, hogy nekem az nem tetszik, mert le akarom kódolni. Miért nem azt kódolok le, amit akarok gyerekzárral? Csak azt tudom lekodolni gyerekzárral, amire ők ráküldik, hogy 18 igen. plusz, és hogy 12 pluszos tartalmat akarok kódolni, akkor mi van? Azt nem engedi nekem azt a tévém lekódolni? Szerintem a szolgáltatója válogatja, mert nálunk le lehet. Igen? Én másiknál vagyunk, és ott le lehet. Tehát ott be tudom állítani a kis boxamon, hogy ezt a csatornát egyáltalán ne lehessen fogni. Na de ezt nem mondta az úr, hogy igen, hogyha rámegyek a csatornára, és megnyomom ezt a gombot, utána azt blokkolom, és ott beállítom azt, hogy és ez, és ott. Mondtam nekik, hogy az a baj ezzel, hogyha én most tényleg azt mondom, hogy ezután ti bármit nézhettek, mert tudom, hogy az a két csatorna az már nem látszik, és ehhez képest a fiam oda kapcsol, ott most nem éppen két férfi egy nő, hanem két nő egymást, akkor azt megint csak hogy magyarázom ki? Azt meg könnyebben. Hát igen. Nem tudom. Nem lehet, hogy gyerekek törik fel a kódokat, Juli? Tehát nem lehet, hogy itt valamelyik gyerek nagyobb megokosodott? Hát, vagy nem a gyerekek. Vagy nem a gyerekek. Nagyon sokat, ami megy a műfelháborás. Juli, ez már megint ez a hagyja kapcsolatban, és ez a két nő megint unnarító. Unnarító, de megvárom a végét. Mindig csinálják. Annyira ronda, el se tudok mozdulni. Ha már itt vagy, hozz még egy sör. Nem, azt kipróbáltuk egyébként, hogyha kiütjük a kódot, és átkapcsolunk, és visszamész, akkor megint csak ott van kódolva a csatorna. Tehát, hogy ez nem elég, hogy te beütöd, és akkor úgy hagyod, mert újra kódolja saját magát. Többféle típus van. Igen, nálunk igen. Például nem a szolgáltató, de nálunk a tévén. A tévé dönt el. Tehát tök mindegy, hogy milyen szolgáltató, nálunk a tévé dönti el. Meg van automatikus. Tehát a tévé adja fel opciónak, hogy én akarom megkódolni, és a tévé távirányítójáról csinálom, nem a szeptoboxom távirányítójáról. Meg kódolom. Ha a manuális hangolást választod, akkor te hangolod be a csatornákat, és csak azok vannak meg, azok a csatornák, amiket te akarsz. De hát... Figyelj, te olyan nem volt, hogy kijöttél éjszaka, és azt láttad, hogy a férjed térdel egy kis elemlápával a fején, egy szerszámos láda kinyitva, és nagyon-nagyon-nagyon izéli a tévét. Tehát, hogy ő próbálja ezt megcsinálni, ez nem lehet, hogy ilyen szolgáltató háborúban vagy. De én mi szolgáltató háborúban vagyunk, és ráadásul halálosan kellemetlen volt, mert ilyen pattogva felhívtam ugye a szolgáltatót, hogy hát ez mégis micsoda, és hogy képzelék, és én ezt múltkor ráraktam a gyerekzárat, és ennek ellenére mégis látom, és akkor a fiatalember a vonal végén azt mondja, hogy de egyébként le tudjuk tiltani a csatornát, úgyhogy egyáltalán ne lássák. Azt azért nem kérem. Ó, hát bocsánat, azért annyira nem vagyok mérges. Igazából tulajdonképpen nekem nincsen ezzel gondom, csak az, hogy én múltkor ráraktam a gyerekzárat. És akkor beállt egy kicsit a kínos csend, szóval tényleg ne legyünk álszentek, nem az a bajom nekem, hogy 24 órás lett a csatorna, csak hogyha egyébként benne van a pakliban az, hogy egy csatorna úgy küldi a műsort, hogy nem rak rá 18-as jelet, akkor ezt jelezzék nekem eleve, és akkor én eleve úgy állítom be a csatornát. A gyerekek miatt ez abszolút érthető. De volt ilyen beszélgetés a kettőtök között, hogy mi a Nátás? De miért? Csak, hogy annyi papír zsebkendő fogy most.
Vagy ültesd a gyerekek, nézzetek egyet végig, és akkor túl vagytok rajta. Magyarázott. Magyarázd el neki ezt, azt, most sok bácsi, most egy bácsi, most sok néni, most, hát igen, nem most, azért most kiabál, két nagy darab bácsi, neki. Egy nagyon Égo. Kicsi néni, nem azért kiabál, tetszik a néninek, ne aggódj, nem bántják a néni, csak kicsit bántják, de azért az a néninek jó. Már amennyire jó lehet. Vagy azt mondja, vagy sok pénzt kap, és akkor egy ilyen egy órás gyors tarpalón, te már túl vagy rajta. A bácsi ott, Tomász, a gőzmozdony. Igazából lehet, hogy csak olvasnunk kellene a jelekből. Tehát, hogy nekünk ezt a csatornát néznünk kell, és valamit hát tennünk igen. kell. Figyelj, van olyan, hogy a... Jaj, valami késett a számból. Van olyan, hogy a gyerekek fura dolgokat kérdeznek? Tehát nincs jelei, hogy látják? Tehát nem indult el egy ilyen anyag, megkérdezem ezt, kicsit zavarban vagyok? De abban a korban vannak egyébként. Mekkorák? Hát 6 és 5 éves. Hát 5 éves, majdnem 5 éves a Beni, de még azért nem kérdezi. Hát valamit látnak. Más. Valamit más láttak. Kultúrkör ad. Nem, próbálok rájönni, hogy láthattak-e valamit a gyerekek, ugye? Hogy fura kérdéseket nem tesznek-e föl. Múltkor az óvónéni megkérdezte, hogy anyuka, előfordulhat, hogy a gyerekek valamit láttak a tévében. Aha. Ugye? Mondom én. Hogy mit? Iszonyúan zavarba jöttem. Mondta, a Milán mesélte, hogy egyszer nagymama elaludt a tévé mellett, és nagymama. Nagymama. Oh. Nagynál voltak azon a hétvégén. Jaj, azt hittem, mondom, belecsúszottak egy jó granny. Én most csúnya grannybe mondom. Ó, szegény gyerek az elsőre. Nagy elaludt a tévé mellett, és hogy ő az alatt tévét nézett. És mondom, te jó Isten, és mit láttak valami felnőtt tartalmat? Nem, azt mondta, a Gyűrűk uráról, meg egyéb ilyen filmekről mesélt. Hú, de jó. Azt hittem, a nagyi kicsit odapirított a 18-assal. De hogy ilyen egyébként nem fordul elő, hogy a nagyi elalszik a tévé előtt, a két gyerek megül és nézi a tévét, mert ilyen nálunk nincsen. Nem lehet, hogy elaludt, az is lehet, hogy a nagyi pornót nézett és sokkot kapott, és azt mondta, Jézus Isten, ez a világ. Hol tart ez a világ? Három afroamerikai ember körbál egy szegény törék egy 40 éves nőt, nem? És a nagyi lefűzött egy kicsit ott a hintaszékbe. Vagy ott is 24 órás lett a csatorna, csak nagymama nem tudja letiltani. Nem, szóval ilyen nincsen azért. Jó, hát érdeklődtek meg, megkérdezhetek. Figyelj, tegyél a gyerekkel ilyen matematikai feladatokat, logaritmus, nézd meg. Ha gyorsan megoldja, lehet, hogy valamelyik gyerek egy zseni, nem? Nem lehet, hogy valamelyik gyerek egy ilyen kódfeltörő? És viszont tűje, mindig visszakódolt, és lehet, a későbbi gyereked akkora zseni, tudod, hogy ha nézd, a mutterbegi rárakta, de hülye, kettődik, kiveszi a kódot, átrakja. Vegye a kezedbe, és stop, és dob kezéjük egy bűvös kockát. Igen, gyors volt mindig, hogy mikor beütjük a kódot, megjelenik egy ilyen kis tükör itt felettünk. Igen, egyébként ezt én se értem, hogy szolgáltatók önhatalmulag elvesznek, illetve hozzáadnak műsorokat. Nekem annyi csatornámat vették már el úgy, hogy nem találtam, és ezt felháborítónak tartom, hogy te szeretsz valamit, ráfűzöl egy műsorra, nézel valamit, nem? És egész egyszerűen teljesen önhatalmulag sokszor, mindenféle szavazás vagy döntési jog nélkül több ezret fizetsz egy hónapban, kerülnek ki úgy kedvenc csatornák, vagy kerülnek be, hogy vagy a kutya nem kérte, vagy nagyon szeretted és elvitték. És nem tudsz mit csinálni. Hát most volt pár évvel ezelőtt ez a nagy váltás, és rengeteg háztartásból tűnt el mondjuk a CNN, meg egy csomó minden, emlékeztek? A Discovery volt egy ilyen fájó pont, amikor igen, eltűnt. A Discovery, ez az eltűnt, és megvannak a bevett csatornáid, amiket nézel, egyik pillanatról a másikra eltűnik. Hát te vagy az előfizető, hát meg se kérdeznek. És vagy nincs egy ilyen kutatás, hogy mit tudom én, elvennénk hármat, dönts el, küldje vissza. Igen, nem? Akarja, most a Discovery-t ellensúlyozták, kicsit megkésve. De duplán, nyilván ők is súlyoznak, mire van így egy, mire nincs, de néha olyan csatornák kerülnek ki, meg tűnnek el, amiket te azért néztél, meg szerettél. Nem? Lehet, hogy csak összekeverték, áttették máshol. Nem, én azokat nagyon sok mindent kerestem. Igen, de ez még a jobbik, mert azt már meg tudod találni. Igen. Én nagyon sok ilyet kerestem, és nagyon sokat vettek el, és ezeket nem tudom. De például nálunk ez nincs. Nálunk nincs. Ez a két csatorna? Egy sincs, gyerekek, ilyen, valami ilyen blue, valami van, ahol nagyon durva, ilyen nagyon rossz maszatolás zajlik, ne. De hogy egy valamire való húsvér, normális 0-24-es pornócsatornánk legyen, ez effektíve évek óta lehetett. Extra pluszos felnőtt csomagban vagyunk, olyakkor a felnőtt csomag, hogy minden benne van, de tényleg. És nálatok meg az ingyen jár a csomag? Nálatok meg kettő van. Kikérem maga, az egyiket ad már. Azt nem értem, hogy miért vannak még erotikus csatornák. Azt szerintem, hogy már annyira inger küszöbön alul van, tudod, amikor nem mutatnak semmit, csak úgy csinálnak. Hát az... Annál szerintem nincs szörnyű. Tehát ez egy jó horrorfilmben nincsen vér. Szóval, hogy ebből a két csatornából az egyik olyan, hogy ott megtörténik minden a szemed előtt, csak nem hát, mutatják Premier Plánban, az az erotikus csatorna, mert szerintem az... Akkor nektek is az el... Nem, várj, az egyik az pacek pornó. Tehát ott mutatnak. Mutatják a csúnyáját, vagy nem? Mutatják, hát az az. Mutatják. A másik hát a másikban pedig, hát ott megy a nagy masszatolás. Azt de... nézes meg a gyerekkel. Elsőre. Ja, gondolod, hogy akkor ez... Persze, hogy ne legyen annyira traumatikus. És mondja, hogy mama jó, valami durvábban. Igen. Ez van nálunk is. Azt, és utána átkapcsolunk a másik csatornára. Ez van nálunk is. Amikor semmit nem látsz, még csak lesevetköznek, és ruhába ott megy valami imitálás. De nem ruhában, nem. Nálatok ruhanélkül megy? Ruhanélkül megy, rendesen. Az lehet, hogy nem az volt? Hát ott azért rendesen.
Tehát, hogy ott nem mellé rakja, meg úgy csinál, mintha, meg aztán mögött. Honnan tudod, hát nem mutatják. Szerintem az kamu. Az egyiken mutatják. Az egyiken mutatják, az fix, hogy melyik. De ahol nem mutatják, nem mutatják, az... de ott se kamu. Na mindegy, és akkor most hol tartasz? Most van? Hát most nem, most nagy feketeség van. Azért, mert most feketeség már tényleg feketeség vagy feketeség? Igen, nem mindegy. Igen. Nagy feketeség van, mert lekódoltuk, de most már olyan atombiztos zárat raktunk rá, hogy már most már mi se tudjuk. Amióta kódolni. Mondtad egyébként, már beszéltem ügyvéddel, megpróbáljuk ezt az egyéves hűségnyilatkozatomat valahogy megszüntetni. Átmenni ez az alatt, mert ez nekem sokkal szimpatikus. 0-24-ben az neked kánon. Nálunk már nagyobb a gyerek, már ért. De minden esetre most már figyelünk. Lassan már együtt lehet nézni. Mert most már szerintem kiderül majd az is azután, hogy most már lekódoltuk, lezárasztuk, most már tettünk rá valami speciális biztonsági lakatot, és amit most már tényleg már a férjem, meg én se tudunk így itt soha büdös életbe, attól félek, hogy egyszer ennek ellenére is fog még majd. Mi van neked ezzel a szellemeddel, ami járkált, meg köszönt, meg csosszogott, az onnan elköltöztetek? Egy jó időre eltűnt. De nem lehet, hogy itt a bácsi szórakozik? Ő tette az... 24 órásra. Igen. Hát érted, bácsika ott maradt két világ között, azt mondta, akkor mulassuk már jól az időt, nem? És mindig, amikor kimentek a konyhába, bácsi lerogyult a székre, és kicsit átkódolják. Nem volt találtatok valami... valahol egy ektoplazmát kicsapva? Azt hiszem, hogy gyerekek kednek össze mindent, de akkor ezek szerint Józsi bácsi. Nem, megvan nem. Még az űrgem? Csoszog még? A beszélgetésünk után eltűnt jó időre, és azt hittem, hogy akkor sokkot kapott, és elhúzott a francba, de egy olyan körülbelül egy hónappal ezelőtt megint láttam szöszmötölni. Jaj, Júli! Menj már, de hát hagyjál már, hogy láttad szöszmötölni. Mondtam neked, a szemem sarkában. Mit csinált? Arrébb pakolta a fűszeres polcon a vegetát? Mit csinált? Ugye Júli elmondta pár hónap ezelőtt, ha valaki esetleg nem tudná, hogy most mire evesztünk, vagy hova jutottunk. Ugye Júli elmondta, hogy szellemek vannak a lakásban, van egy öreg bácsi. Egy, aki ott hagy meg a lakásban. Ott hagy meg a lakásban, és nem akar birtokon kívülre kerülni. Ugye? Így van. És megrekedt ott nálunk, és szeret ott nálunk lenni, nem zavar semmit, csak néha szöszmötöl. Kibe kapcsolgatja a dolgokat, lehet, hogy tényleg. Mondom, hogy az öreg nézi a pornó, gyerekek. Hát összeállt a kép. Megfejtettük. Igen. Elmennek otthonról. Bácsi kicsit kódolgat, hát neki egy ilyet... Ennyi, ezen semmi. Ezen a szellem a gépben. Szellem a gépben. Ő zabálja ki a hűtőket is. De, és igen. És mit láttál a múltkor? Nem, hogy mocorog a szemem sarkában, de ezt mondtam neked, hogy úgy van, de hát most fogd a fejem. A szemem sarkában mocorog. Figyelj, olyan nem volt, hogy álltál a lavorban, szaponoztad magad, hátranyúltál, és valaki kezedbe adta a török közé. Nem, ő csak úgy van ott jelen, hogy néha mozgatja a dolgokat, kibekapcsolgatja a dolgokat, aha, és mocorog. Tehát azt látod, hogyha nem figyelsz, hogy a szemed sarkában valaki mozog, nem és a ha oda kapcsol, a szél nem fúj senki semmit, ha oda kapom az arcom, vagy oda fordulok, akkor látom, hogy nincs ott semmi, de ha nem arra nézek, akkor látom, hogy ott valaki mozog, és ember alakú. Aha. Na most ezt magyarázd meg. A Milán nem lehet. Gyerekek, nem. Ezek után kérdés, hogy ki nézi a pornót. Kérdés, hogy miért kerül mindig le a jelkódzára a nem tudom mi, érted, a 26-os csatornáról? Tessék? De akkor másikat miért nem kódolja? Júli olyan nem volt, hogy lejted el a szappant, lehajolt, és valaki felsziszent mögötted? Figyelj, és a gyerekek is tudnak a bácsiról? Nem. Nem? Nem mondom nekik. Nem mondod, és nem mondtak, hogy anya fura zaj van itt vagy ott? Hát kézzel azt a traumát ezek után. Én egy csomószor lent a földszinten hallom, amikor a gyerekek már fent alszanak, hogy valaki járkál föl. Csak sosem merek felmenni. Mi van, ha bácsi egyébként meg se halt? Csak mindig úgy éli az életeteket, amikor ti alszotok, meg nem vagytok otthon? Vagy mi van akkor, ha ti vagytok halottak, és a bácsi él? A lépcsőnk annyira keskeny, hogy tuti összefutnánk rajta. Két ember nem fél el egymás mellett. Nem lehet, hogy a férjednek van valaki, és évek óta ott éveletek, csak mindig megpróbál téged elkerülni a lakásba? Hogy, és nem meri megmondani, és mindig kijön a szekrény, hogy bemegy a fürdőszobába. Benn van a WC-be, ő gyorsan átmegy a konyhába, és valaki közlekedik úgy a lakásba, hogy egyébként négyen éltek együtt. Akkor valami jó a logisztikája a csajnak. Nem találkoztam még vele. És a férjed is látta ezt a szellemet? Nem, hát egyszer nem látom. Csak te. Érted? De most megvan. Ironizálsz, de egyszer át fog menni hozzád, és bosszú. Ki a bácsi? Nehogy már. Ha jöjjön át a bácsi. Neked is volt múltkor valami mocorgás. Volt. Nekünk mindig elromlik valami. Tehát vagy a kazán, vagy valami, igen, erre már mi is gyanakodtunk. Hát nálunk is beborult. Én konkrét mozgást nem látok. Tehát olyan, hogy valaki ott neszel egy papucsba, és akkor kicsit ott arrébb megy, ez nálunk nincs. Én se látom így, hogy átmegy előttem balról jobbra, jobbról balra, hanem azt látom, hogy ott oldalt mocorog. Tehát alig látni. De nem lehet, hogy a bácsi régen pornozott és hiányzik neki? Az nem lehet? Hát nem, én azt nem tudom. Azt tudom, hogy a WC halt meg. Hát, és emlékeztek egy szekrényben meghalt férfira. Ezt megbeszéltük. Klotyó papi. Igen. Klotyó papi. Na jó, Júli, azért neked se egyszerű. Neked egy, azért Júli, tudok egy jó szemészt, írja valaki. Igen. Júli, keményen tolnak valami cuccot.
Nálunk is van egy néni, ez nem vicces. Hát azért picit az. Aha. Egy picit az. Melyik ez? Tudjuk már, melyik ez a szolgáltató? Igen. Igen. Aha. Aha. Már felvettem előtt. Mi az, hogy tudja? Hát már írt is hát nekik. Hát hallod? Igen. Nálunk sincs. Valamire való normális pornocsatorna nálunk sincs. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.